Élőben a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balondjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsi! Hat óra után 10 perce, gyerekek, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kitörő lelkesed, és várjál, még azért meg kell találnom, hogy újra beadjalak. Hú, de nagyon más, hogy szólunk. Hello, szevasztok. Azért mertem elkezdeni, mert láttam Janis is akját az erkélyen. És szemnek győződésem volt, hogy itt van. Nekem még köszönt is, úgyhogy én bejebb vagyok. Akkor viszont lehet, hogy zuhanyzik? Jani! Szóljunk SOS, hogy elindult a műsor, de ez az én hibám, mert ő szegényként hozzá van szokva ahhoz, hogy na, később kezdünk. Gyerekek, 6 nézi óra, 10 az óráját. Perc van, most jöttünk vissza, tehát nincs izé masszatolás, hogy majd elkezdjük fél itt jön, után. Itt szalad. Ő a hős. Jön. Kézzel, de láttam a sisakodat, és szemmeggyőződésem volt, hogy jógázol az erkélyen. Mondom, itt a sisakod, biztos átöltözöl vagy még. Megnézed a forgalmat, vagy mondom, akkor induljunk el. Megszokotthoz, igazodva, mondom, visszatérünk a régi kerékvágásba. Jó reggelt kívánok egyébként. 6 óra 18-kor. Igen, 6 óra 18-kor, mondom, szépen kényelmesen főleg kiteregetek, és megjön Balázs. Egy új ember jött vissza a Szabiról. Hello, Szabi, ember. Szabi után tudod, hogy Szabi után ez egy napig tart, utána visszatér a 6 óra 22-t. Jó, akkor most ez a héten laborban mosogsz. Fönt a negyediken. Nem, én meg azt hiszem, hogy kínálsz az erkélyen, mondom, sisakod van, ott a virikító, mondom, Jani megérkezett meg, hát akkor mondom, nyomok egy gombot, és aztán a Laci rohangál lefő, Jani sehol, akkor megfejtettük, hogy zuhanyzol. Apró hiányérzet, nem zavaró, de gyerek, azért valami. Nem voltunk többen, mikor elmentünk Szabira. Ki nincs itt? Itt van Anna, itt van, Anna, itt van, itt van, megvan mindenki. Hát amit itt vagyok, az iskolát, pedig nem te valaki hányoznak. Kocsikulcsot megvan, igen. Hajam belőve, illatom, jó. Hát akkor kezdjük el. Ja? De ki az? Ja, tényleg. Hát Lajoska. A kis Lajoska. Volt egy ilyen érzésem. Hogy el fogjuk kezdeni így előbb. Van, így de van, tudod, hogy ez nem tart sokáig. Ez mindig egy-két nap a fellángolás, hogy Szabi, induljunk el, fölkelek 4-kor, nem tudok visszaaludni. Na most úgy, aztán odavágunk. Ezt a 4 hónapot már megtoholjuk. Na ezt. Karácsonyimbá. Gyerekek, én még éjfélkor ittam a ügyes a barátaimmal, vagy haverjaimmal, ezt kérdés, hogy ki hogy értékeli ezeket a kapcsolatokat. Talán barátaimmal, talán haverjaimmal, de ittam egy teraszon, úgyhogy. Tegnap azt mondtad neki, hogy barátaid. Én még azt gondolom rőlük, ők már talán, ahogy éreztem, tegnap este kevésbé gondolják rólam, de ha barátot mondasz, úgy könnyebb rábírni, hogy ő fizessen. Ja, egyértelmű. Tudod, hogy barátok vagyunk. Jó. Egy ilyen újra egyesülős nyárvégi icogatás volt, úgyhogy még azért úgy keresem a szavakat. Nagyon helyes. Jó, nem, marad bennem némi kis alkohol. Nem vagyok ittas, csak mondom. Egészében keresem a szavakat. 3 hét család után, vagy 2 hét család után gondoltam tegnap este végre. Felnőttek között töltöm az estét. Viszont a városba azt mondtad a gyerekeknek. Na akkor játszatok. Vegyetek érzékeny búcsot a papától, és elmentem egy kicsit felnőtteset játszani. Elbúcsúztunk a Balatontól, gyerekek. Fájó szívvel. Láttuk a képeket, fájó szívem. Fel is jöttetek? Hát vége, érted? 20-a után nincs balcsi, tudod? A nép agyában. Igen. Működik, most egy közvélekedést fogalmaztál meg, igen. De ez egyébként nem igaz. Nem igaz, mert tökre van, meg ősszel is van, tudjuk, ez meg télen is én van. Alig várom már, hogy ősszel is vissza tudjunk menni. Valamiért augusztus 20-a ezért hát elment, és akkor egyszerűen fogod magad, és visszélsz a Balatonról. Óriás hülyeség. Jó, persze, a beach, meg izé, meg lángos, meg mit tudom én, vízibiciklis, csúszdás, stb. Annak oké, vége. De egyébként az egész szerintem dübörögni fog, mint ahogy, hát nem tudom, hogy ti mit tapasztaltatok. Mi hát figyelj, nagyon durva. Az első héten voltunk lent. Nagyon durva. Császek Tomás és Hévisz határában van egy nagyon jó kis hotel, oda lementünk. Hát segítettek nekünk nagyon sokat, hogy tényleg nagyon hálásak vagyunk nekik, mert hogy mi bedobtunk ugye szépen egy Ausztriát így a levesbe az időjárás miatt, és az utolsó pillanatban próbáltunk magunknak szállást találni. Na most nem volt sehol. Nem minden telt ház, mindenhol csurik vannak, mindenhol elnézést hadonul, majd legközelebb, majd köszönjük szépen. Nagyon várjuk az érdeklődést, magát, nagyon várjuk majd magukat ősszel. Ja, próbáltál szállást foglalni valahol? Igen. Nem mentél le Baliékhoz. Hát akkora volt a ház, nem? Vagy a kertbe egyezés csak elfért volna.
Én mondtam, gyerekek, hát szárszó jár, de azt... úgy minden nap vágyakozva néztem a telefonomat, hogy hívtatok-e, de úgy valahogy nem. Nem jártatok szárszót. Pont a másik oldalon voltunk mindketten. Vagy jártatok szárszót, de nagyon gyorsan elmentetek szárszóról, úgyhogy nem igazán jöttetek. Ha éhes vagyok, itt nem állunk meg, ez szárszó, még összefutunk a Balázsban. Látod valahol? Itt van? Ott van az étteremben? Nem? Jó, gyorsan menjünk tovább. Földvári nagyon nagy altam rajta, egyébként, hogy eltekerek, de aztán úgy jött ki a lépés, nagyon sűrűre sikerült az az időszak, úgyhogy inkább maradtunk. De mondom, figyeljetek, ez egy 800 fős szálloda, tehát nem is a mi világunk, olyan tekintetben legalábbis, hogy nyáron mi nem szoktunk ide menni, ősszel, télen igen, mert akkor sokkal kevesebben vannak. 800 fő az egész csuriktele emberekkel. És alaksorba kaptatok egy... Hát, nagyon jó fejek voltak, kaptunk egy ilyen apartman, szerintem ilyen tartalék apartman lehetett ilyen szükség esetén, és az mondjuk a színvonalon persze nem látszódott. Nagyon-nagyon jó fejek voltak, nagyon aranyosak voltak, de hát azért, na, kettő szállás közül választottunk. Az egyiknél úgy kezdte a hölgy, hogy na, szóval van egy, amelyik ugye a gyerekmedence, a másikat kérem szépen. Így van. Tűzfal alaksor konyha mellett. Figyeltek. Elképesztő embertömeg. Tehát, hogy itt tényleg elképesztő durva. Tehát, hogy a strandon is, az éttermekben is. Voltak, akik tényleg komolyan vették azt, hogy Balaton is. Láttam, hogy voltak, akik komolyan vették, voltak, akik talán kevésbé vették komolyan a főnöknek, hogy kevesebb adria. Több Balaton, úgy láttam, hogy az asztráltestők azért bejárt a munkahelyét. Úgy láttam, hogy azért néhányan mégis csak kinéztek Horvátországban, mert azért híreket olvas az ember. Amíg a Facebookon itthon vagy, addig itthon vagy. Na. Szóval igen. De gyerekek, letettem a telefont, letettem az internetet. Nulla. Utolsó posztom. Most 2 vagy 3 napja jöttem rá, amikor csináltam egy sztorit. Hajóról szól. Oké, van egy műsorpromó. Igen. De hogy a Wellhellós posztom az utolsó. Olyan jól esett. Elvonultam. A közösségi életből kivonultam. Jó, mondjuk nagyon nagy tartalmakat eddig se szórtál. Tehát nem szórtam nagy tartalmakat. Egy-két sztori, valami, egy műsor promó talán, de hogy július 10-én utoljára. És jó esett. Hát én próbáltam, de hát van egy közös Viber csoportunk. Én azt a Viber csoportot felszólítottam, hogy hagyják abba pihenni akarok. Nem tudom, észrevetted, hogy valaki lájkolta azt. Az volt az egyetlen, amit lájkoltam. Ez volt az egyetlen, amit lájkoltam. Van egy közös Viber csoportunk, ahol a hírek alatt is mi bedobálunk híreket, meg néha megvitatunk közéleti eseményeket, politikai, közéleti, belföld, külföld. De a harmadik üzenetváltás után szóltam rá arra, aki berakott valamit, és elkezdett megint eszmefuttatni, talán Anna vagy nem tudom, hogy hagyjátok abba pihenni akarok. Napján, én nem értem. Pénteken elmentünk, szombaton jött az első üzenet, hogy ha bármi van, akkor írjátok meg. Igen, sziasztok, nincs. Hagyja, hát Szabin vagyunk. Családok, barátok, nincs. Kis szünidő, nem, nincs valami. Pihenés, kirándulás, akármi. Hogy érzed? Nem isztok valamit? Nem, oda ez volt az egyetlen, amire reagáltam. Azt láttam, de én is teljesen kivarultam a csoportból. Tehát, hogy izgalmas és kevésbé izgalmas hírek voltak berakva minden mennyiségben. Igen. Hát ez a mi kis köldögzsinórunk, ez a közös Viber csoport, az hogy ide mindenki is, csak nem bepakolhat mindent, igen. De hogy... Hasznos volt, de hát én is ilyen volt, hogy mit tudom én, így találkoztam barátok, és akkor mondja, hogy na, mit szólsz a Barszához? És mondom, mit szólok hozzá? Hát, hogy mi volt? Hallod? 8-2. 8-2-re nyert. Igen. Nyertek. Igen, nem, a Bayer megpakolt őket, 8, és hallom, és mondom, mi van? Semmit nem hallottam. Csak egy pici hírfolyam, csak egy pici hírek, de tévé nagyon semmi. Nulla. És hát annyi program és annyi aktivitás van a Balcsina gyerekek, hogy az valami elképesztő. Zseniális, és teltház. Gondolkozom, hogy leköltöztetem a stúdiót Balatonra, tehát egyre inkább. Tökre, nekem gyakorlatilag mindegy. Megveszem a gyerek iskoláját, azt is leköltöztetem, utána veszek neki tanárokat, barátokat, osztálytársakat, fölépítettek egy osztálytermet. Tehát, hogy nagyon gondolkozunk, hogy sok az a 40, onnan már csak egy 40 a Balcsi reggel. Hát nekem mindegy, hogy ide jövök vagy oda. Nem úgy, hogy nekem a 80 vagy a 90, ugyanúgy ötös indulás, nem? Csak 40 év valami a Balatonnál, nálunk 60-70 minden. Fetikhez lőrinc. A leköltözés, tehát le kéne költözni, gyerekek, az van. Hogy hát azért az mondjuk a 130 kilométer. Csodálatos hely. Én megtartottam azt a hát részben rossz, részben meg csodálatos szokásomat. Azért mondom, hogy csodálatos, nem miattam csodálatos, hanem amiatt, hogy korán reggel mindig felkeltem, és elmentem egy kicsit bringázni. És nem, ez nem is sportról szólt, meg nem arról szólt, hogy túra, hanem az, hogy lemenni mondjuk Keszthelyre.
hajnalba, úgyhogy nincs. Pestről? Nem. Ott voltál valamit? Cseszek-Szombajról. Igen, bringával Pestről. Lőrincről elindultam. Egy jó kajtai túra? Igen. Lesz-feküdtél, hogy mi az Isten van? Elköszöntem a családtól, ők lefektek aludni, meg letekártam a Balatonra. Egyszerűen csodálatos. Tehát, hogy így odamész, és még nincsen senki, aztán 9 órakor úgy berobban az egész, hogy nem hiszed el. Tényleg. Voltunk a Szigligeti várban, azt most újították fel, most adták át. Csodálatos lett. Nagyon tényleg mindenkinek ajánlom, hogy menjen el, nézze meg. Odaértünk, mondom, jó korán menjünk oda, mert mondom, utána itt óriás tömeg lesz. És oda mentünk, itt 8:30, 9-kor egy csettintésre, és beindult az egész, úgy kell csakozgatnom a fotókkal, hogy így vissza is kell mennünk majd ősszel, megint csinálni egy kis fotóalbumot, hogy mindenkit próbáljuk meg bele kisakkozni, mert hogy embertelen mennyiségű. Nem ordibáltál, menjen arrébb, most én fotózom! Egy kicsit, csak egy percet! De fantasztikus. Tehát, hogy a Balatonon nem lehet elég pozitívumot mondani, még mindig. Egyszerűen félelmetes. Gyerekkoromban nagy balcsis voltam, aztán most valahogy egy elmúlt egy-két évben újra rákattantunk, most már a gyerekek is nagyon. De én is hasonlókat nyomtam, tehát reggel, amikor kimész szapozni, egészen megszerettem, képzeljétek el. Na hát, képzeljétek, akkor a szabbajnok lettem, hogy... A Viktóriával én értek ezt. És te tudsz is, nem úgy, mint a celebek 90%-ak. Nagyon durván szapozok. Figyelj. Szápos képeket felrakják, nagyon durván esnek, kellnek. Szapok, tehát úgy szapok, ahogy senki. Hát de majd meglepődni, ahogy szapok. 20 év médiazás után úgy szapok, ahogy senki. Egy igazi mélytor. Nagyon durva, és sokszor fölkeltem reggel, még aludt a család, és ez a 7:30-8-as tükörsima, lelátsz 60-70 centig a balcsint, kimentem a tó közepére kis túlzással, nyilván azért szárszóról nem néz be a tó közepére. De szárszó, tihany az nagyjából egy 4 oda 4 víz, 3 oda 3 víz, tehát nem is egy vészes távolság. Ugye 3 óra alatt átevezel? Körülbelül egyébként, igen. A tihanyba szárszóról simán, hát az ugye nagyon közel igen. van. Igen. Majdnem szemben. Egy program volt, amit nagyon sajnáltam. Az fonyott badacsony volt. A Balaton átevezés most, a Szúrja Zoli csinált, és az ő Instagram oldalán láttam róla a képeket, és be is. Én gondolkoztam, hogy elmegyek, csak nagyon nagy tömeg. Bármi van, mehettél? Igen, átszapoztak, az fonyott badacsony. Tehát a fonyottról indultak, és ugye a fonyottal szemben van badacsony, fonyott badacsony. 2 óra alatt át vagy, ott vagy. Ha nem vagy teljesen suta. Igen. Na most gondold el, hogyha Szúrja Zoli másfél óra alatt átevezett, most lézz. Akkor aki még tud is. De hogy ennek milyen hangulata van, basszus, tényleg, hogy bemész és az esti balcs, és megnézed ott ringatozva a Balaton közepén, úgy, hogy tök egyedül vagy a szapon a naplementét, és két ilyen kósza a hajót elsúha melletted. Integetsz ki a partra a vikinek, hogy nem. Már úgy, hogy eltávolodsz, már a gyerek sem, már a szabassan, már semmit nem a gyerek hallasz, még úszik egy ideig kicsit után. Kicsit úszik, aztán visszafordul, kiabál, hogy apa, vegyél föl, lapáttal itt tolod vissza. Nem hallod a másik gyereket, nem hallod a szomszédot, és amikor már anyádat se hallod, akkor rájössz, hogy vittél magaddal a telefon. Fontos. Szóval nagyon-nagyon nagy szabbajnok lettem, úgyhogy hát, és az ábaelvezés, ez egy hülyeségnek tartott. Ne csinálj! Hát én a Vikivel értekeztem, mert ugye ő tette ki folyamatosan, hogy ott áll a csávó a Balaton közepén, mint egy félisten evez, és telefonnal közben ja, hát fölmondom a sztorikat. Nem lehet rá, bocsánat, nem tudsz rajtam megállni. Ne csináld. Tudod, hova jutok el? Pont a te hatásodra szereztünk egyet, hogy mesélted, hogy milyen marha jó ez izé. Nem mondom, a gyerekek biztos imádni fogja, de én is kipróbálom. Nem mindegy, hogy miért veszed, túraszapot vettél? Akkorát vettem, mint a házért, tehát pont, hogy a kövér öreg bácsi de fura, mert igen. Így állsz rajta négy kézláb, és így remeksz. Ne csináld! Hát, esküszöm. Én már megcsinálom azt, hogy a gyerekkel behúzom. Ha nagyon jó az egyes. Valami sportot vettél, vagy valami keskenyebb? Ilyen széles, direkt úgy kértem, mondom Feri bácsinak. De nem a széles, nem biztos, nem, tehát a kézed, hogy a keskeny, a túraszapok, amik hosszabbak és keskenyek, és stabilabb, mint a széles. A széles az, mint egy deszkamozog. Mi azt mondják a gyerek, hogy beállunk egymás mellé, és deszkát cserélünk. Nem tudsz átszállni, nem mondom már. Fogom a lapátot, ő letámasztja az élap, én szapomat, én az övét, és átmászunk. Először ő jön át az enyémre, és utána én megyek át az övére. A tó közepén cserélünk. De nem lehet felé, hogy összekevertétek a hosszát a szélességével? És hát, hogy keresztbe állt. Igen, ha van, mert akkor stabilabb lenne. Amilyen mondjuk az is. A minimális koordináció, fölállsz. Lehet, hogy kimondtad. Minimális koordináció. Óriási. Én olyan akkora baromságnak tartottam, megint egy ilyen divathóból. Miért áll a hülye a deszkán? Figyelj, képzeld el, hogy nagyon durván ráfűzöl. És iszonyatos a hangulata van, ugyanis onnantól kezdve, hogy magasabban vagy a deszkán, onnantól kezdve jobban látod, hogy mi van alattad, szebb az egész. Én először kajakevezőbe mentem, és ültem, hülyék álltok, kajakevezőbe. És kajakoztam a szabdeszkán, mert nagyon könnyű, nagyon jól forog.
És idén nyáron csakába mentem, de azért nem tudtam felállni, mert untam az állást, nem érdekelt. Álljon, akinek öt anyja van, és kajakoztam. Ha lehet ülni is. De elkezdtem állni, és az van, hogy alig tudod visszafogni magad, hogy szárszóról nem menj át a másik oldalra. Olyan meditatív, olyan jó, hogy és ott megy le a nap előtted, ott jön föl, tehát gyönyörű. Ja, és ezt gyönyörű. Egy oldalon húzod, hát csak mondom, hogy így mész körbe. Értem. Hát mész körbe. Hát ha egy oldalon, vagy úgy tartod, hogy egyet meghúzod, és kicsit bent tartod a fenekénél, vagy úgy tartod, hogy váltogatod, hogy balra-jobbra, persze. Hát különben elérted, félregyúrod magad. Hallod, nézd meg, mennyit nőtt a jobb trinyom, mert a jobb trinyom nagyon jön. A jobb trinyom nagyon jön. Én csináltam olyat, hogy kimentem 8-kor, és 9:30-ig kint feküdtem a deszkán. És 4:45-ig úgy húztam. Kifeküdtem a deszkán, és megnéztem a naplementét, és sötétbe jöttem vissza. És figyelj csak az evezés, ahogy hallod a deszka, hogy viszi a vizet, sehol senki, tényleg. A fekvés az megy, az evezi állás nem megy. Iszonyatosan meditatív. Nagyon jó. Szóval, hogy így... Hát biztos, de én figyelj, nem merek rajta fölállni. Én egyszer megpróbáltam óriási perccelés bele a vízbe. Yeah. Most a Dunán fogok szápozni. Most még úgy búcsúztatom az őszt, fölmegyek Visegrádra, bérelünk egyet, és lecsúrgunk. Ezen fölmegyek Gönyűre, aztán és lejövünk, mohá, és itt valahol, most nem tudom, milyenek a szabály, de itt valahol kiszállunk. Margit híd, ahol ki lehet, vagy ahol kiszednek, igen, és leszappozunk. Tehát, hogy ilyet tervezünk. Egyszer lecsúrogsz, és... Mondjuk igen, vagy simán. Tehát ez meg hullámos, mint az állat. De megvan annak a technikája. Nagyon egyszerű, belőle, semmi, benne, nem bonyolult. Mondjuk komoly világversenyeket is rendeznek, tehát láttam azt például, hogy kajakos, kenús világlandságok, világklasszisok indulnak ilyen versenyeken, ilyen kiegészítésképpen, a szezonon kívül meg ilyesmi, tehát, hogy azért ebbe lehet kraft is, hogyha úgy csinálja az ember, de... Hát nem tudom. Most azért viszi a kíváncsi leszek, hogy a jövőre mennyien fogják még csinálni. Hogy azok a celebek, akik most minden második posztjuk a szapozás mellett érvelnek, azok majd jövőre mit csinálnak. Igen, rólam nem lehet azt mondani, hogy én tudod, beállok az ilyen divat hóbortok, vagy csak azért szapozok, hogy legyen egy képem. Hát hiszen te diktálod. Te vagy a divat. Egyrészt már akkor szapoztam, amikor még fel se találták a szapot, érted? Már álltam a szörfdeszkán. Miért diktálnád saját magad, hiszen te vagy a divat? Én maga vagyok a divat, nem tudom, amivel diktálni, ami én vagyok. De hogy ez nekem nagyon nagy szerelmet. Tényleg nagyon jó. Jó is. Hát a víz miatt is, meg a környezet miatt is. De ezek a hajnali, ilyen kis magányos ilyen kievezések, kibringázások, kisétálgatások, ezek zseniálisak. Na, majd megnézem a szapodat, és akkor megmondom, hogy átvágtak-e, vagy nem. Jó. Jó? Jó. De valószínű, hogy szart vettél. De tehát, nem. Na jó, már szápanosz ki a szádat. Na jó, tényleg. Van egy szapírem neked, hogy szerintem ezt megszáptad. Ezt megszáptak neked, hogy szart kell venned. Na jó, van, gyorsan egy-két SMS így, mert nagyon sokan örültök nekünk, ez nagyon jól esik, köszönjük szépen. Mindjárt kezdtek, végre, el se hiszem, jó reggelt. Végre mosolyogó, szép jó reggelt, fiúk, ezen a borongos napon el se hiszem, hogy újra élőben vagytok, már kezdtek elvonási tüneteim lenni. Üdv újra itthon, nekem már most, ti is hiányoztok, de Fanni nagyon hiányzik a műsorból. Ki az a Szabi, akiről visszatértetek? Írja nekünk valaki, végre újra itt a vége a Szabinak, újra itt vagytok, remélem ti is úgy örültök, mert én nem, nektek igen a munkának nem, Holland Bandi küldte nekünk, remélem most már beolvassátok az SMS-eket, nem úgy, mint az elmúlt napokban, mérgemben majdnem fordítva mentem fel a pályára, írja Sasu. Smiley elnélkül, remélem tényleg csak viccel egyébként. Azt mondja, hogy 20-as ungaroszeltábla lehet szapozni, kérdezi valaki? Persze, hogy most kell elkezdeni. Az jó hangzik, igen. Kicsit lemügyantázod valahol. Igen. Annyira jó újra hallgatni titeket, el sem hiszitek. De jó, hogy még mindig így örültök. Pedig azért már pár szabink volt, és párszor visszatértünk, de azért ez még mindig nagyon jó. Én már amikor megkaptam két nap szabai után az első üzeneteket, hogy hol vagyunk vissza. És mikor jön. De azért azt láttam, hogy azért a válaszokat nem vetetted meg ugyanúgy az oldaladon. Nem, tehát, nem, hogy azért nem, igyekeztem gondoskodni róluk. De tehát azért úgy nem hanyagoltad el a közösségi médiás életedet sem, a válaszokat sem, a válaszra adott válaszokat, amit megválaszoltál. Tehát azért azt úgy ránéztem néha, és mondom, jó, vannak dolgok, amik nem változnak. Szabi, ide vagy oda. Most aki rendes követő táborra rendelkezik, ő figyel. Igyekeztem, de csak most mondom, hogy volt egy-két. Én azt gondolom, hogy egy pár követőm kikövetett, mert hogy így azért jeleztem nekik, hogy igen. Hogy igen, hogy nem biztos, hogy kicsit többet lennék a családdal, mint velük. Úgyhogy, és akkor, na. Egy szerintem ott volt egy kis mosolyszünet, vagy van is még jelenleg, nem néztem. Igen, de szóval azért azt néztem, igen. Gyerekek, nagyon jó, hogy újra itt vagytok, imádom a Best of-ot, de újra a jó hallani benneteket, szinte megkönnyeztem, hogy visszajöttetek. Már mindent visszahallgattam. Na, mennyi nem is volt két hét Best of-unk egyébként, hát csak három nap volt ezen a héten. Tíz már éve a múlt nem héten. Voltunk két hét szavacs, 10 éve. Igen, és ez sem volt teljes két hét, mert igazad van, 20-a csütörtök, tehát az egyébként is volt. Ott három nap volt, meg egy hét volt. Nyolc nap.
Na, de rengeteg hírünk van, ahogy látom, roadshow is lesz, úgyhogy gyerekek, így van, sok minden. Két hét múlva. Sok mindennel jövünk. Sopron, Kaposvár, Szeged, Nyíregyháza és Miskolc. Azt a mindenségét. És fejből? Ezt komolyan mondom. Talán még vannak nagyjából a programok. Már hozzáigazítottad. Bali, ne szapult Ferit írja. Valaki, köszönjük szépen a szápos szóvicekre, akkor mi úgy látom, hogy egy kicsit ráfűztetek. Na jól van, igen, hát megyünk majd roadshow-ra, de mindent a maga idejében. Sok mindent kell még elmondanunk, úgyhogy mondjuk ezeket is. Jó? Én iszom egy pohár vizet, az mindig segít. Így van. A hidratálok. Se nagyon jó. Ittam már egy kávét is, így van. Így áll almaecetet, az még jobban megpörge. Igen? Igen, fél óra múlva körülbelül. Fosat. És addig se jó ízű a szád. Miskolcra egyébként vissza fogunk térni, mert csak ezt elfelejtettem mondani, hogy egy nagyon-nagyon kellemes 4 napot is töltöttünk Borsodban. Zseniális volt. Imádni való, dettó ugyanez. De Miskolcon voltam egészen konkrét, Diósgyőrben találtunk egy nagyon jó kis apartmant, nagyon jól éreztük magunkat, csodálatos kávézóval, csodálatos kiszolgálással, elképesztő jó fejek voltak, vissza is fogok menni, de sikerült behúznunk egy augusztus 20-át Miskolcon. De mi volt, tűzi játék, koncert, bazár? Nem. Annyi ember, mint hogyha egy új népvándorlás lenne, dettó, mint a Balaton. Azt mondták a helyi vendéglátók, hogy ők még ennyi embert nem láttak sehol. Tehát nem láttak egyszerűen Diósgyőrön. Minden étteremterem, minden szálloda tele. Figyelj, félelmetes volt. Jó, látod, betartom. És jó volt, és maradjon is így. Gyerekek, legyen ez a végszó, el kell mennünk, mert zsincintege. Jó, úgyhogy jövünk, fél hét van pontosan, lehet jelentkezni játékra. Mi pedig belevágunk, írjatok a játszalántok, jövünk a hírek után. 6:45 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nyugi, amíg Szabin voltatok, sem oldódott meg az M0-ás Haraszti Csepel között az M1-es felé. Hogy meglett. Már el is esett. Nem számoltunk ezzel. Igen, ez a verzió azért nem volt benne, hogy mire visszatérünk addigra. Ez megoldódik. Azért, ahogy mondtuk mi már, mielőtt ők bármit nyilatkoztak volna, ez egy hosszabb történet lesz, és hát beigazolódni látszik, hogy azért. Én jók az információk. Azt a szakasz. Nekem nem létezik. Én nem is, abszolút nem is megyek arra. Mentem új kígyósra, anyámat haza kellett vinni, beírtam a vazéba, és gyönyörűen írta M0-ás. Mondom, olyan Isten nincs, hogy én oda menjek. Nem. Én nem vagyok hajlandó az abroncsaimat rátenni az M0-ásra. Hosszú távon ez azért jó, mert mindenki így fog gondolkodni, és utána pedig azok a kevesek, akik rámennek, azok csodálkozni fognak. Mi, miről beszélnek ezek? De szuper. Hol van dugó? Igen, hol van. Nem is érték, igen. Halleluja, srácok, hát szabad minket ilyen sokáig magunkra hagyni, főleg igen. Ilyen vészterhes időkben. Igen, nekünk egy hallgató. A best of-ok azért nem potolnak teljesen benneteket, az mondjuk vicces volt, hogy több adás is betopisodott. És egy poén kétszer ment le. Két hétre műsor nélkül hagyták az országot, a Rádió 1-es srácok nem volt, hát mit tenni, sötét vizekre kellett evezni, elmondom hát nektek már, hogy ne kelljen kiállni, Balázs lendülete, Jani brilliáns humora, Feri bölcsességei, az összes csatornát Kenterbe veri, annyira hiányoztatok már, hogy kinomban verset írtam róla, kaptuk egy hallgatót, aki sajnos nem írta alá, úgyhogy nem tudjuk megnevezni. De köszönjük szépen, ezek még azért ennyi idő után is nagyon jól esnek, hogy így bókoltok nekünk, és ennyire örültök. Milyen volt a tegnapi meccs, nézte valaki? Mert mi ezt elmulasztottuk most megnézni. Hát azért mégis egy BL döntő volt. Igen. És én a Paris Saint-Germainnek drukkoltam, mert én ezt a Neymar gyereket, ezt kedvelem. És sem tudom, nem, beszél. Semmi, senki? Nem. Én megnéztem az összefoglalót, ez egy szép gól volt, amit a Bayern lőtt, de hogy akkor nem tudunk a meccsről beszélni. Én nincs a meccsről is nagyon... nem is olvastam, a verekedésről utána. Kik verekedtek össze? Mindenki. Mindenki mindenkivel. Én most egy picit megdöbbentem, mert mellettem az úgy ment. Hát azért BL döntő volt tegnap. Egy fránya gólocska és egy Bayern győzelem. Egy nagyon szép beadással, szép fejes gól. Tehát az tényleg jó volt. Hajnalban néztem meg én is. De sajnos Neymaréknak nem sikerült. Játszott a Neymar? Na jó, belemegyünk, nagyon mély vízen megyünk, úgyhogy én inkább a Paris Saint-Germainnek dukoltam, mert ők még szerintem nem nyertek. Én a döntőről sem tudtam, tehát hogy nem tudom, hogy játszott a Neymar. Ki játszott és mit jó, hát nem olyan szinten mentem mellettem, hogy fel kell venni még egy kicsit a fonalon. Hát focit azért amúgy sem nagyon követjük, de gondoltam, hogy azért megemlítem, hogy mégiscsak. Micsoda egy nyak egymásba borulás lehetett azért. Gyuzsi játszott? Németországban. Nem, a Kipri. Ja, ez mindenki volt. Pedig, Garaba volt, Döme, Diszl és Kipri volt a hátsó védősor állítólag, és nagyon jó hozták, nagyon hozták egyébként. Na mindegy, jó, akkor ezt nem jó, láttátok, akkor nincs is mélyebb. Csak gondoltam, hogy valaki beledisznókodott egy kicsit, tudod, hogy ilyen amatőr foci kedvelőként így belenéztetek, de én sem mondom, nem tudtuk. Nem, foci élményem volt, hogy ma reggel eltekertem az új Bozsik stadion mellett. És szép. Nagyon szép, nagyon rendben lesz. Jó foci lesz benne. Nagyon szép, nagyon jó kis stadion. Igen? Alakul? Nagyon mutatós, igen. Szép. Igen.
Egész életű ez az ismétlés, most kaptuk SMS-ben. Unalomba fulladt, második fél idő első jó volt, köszönjük a gyors értékelést, akkor tulajdonképpen nem maradtunk rá semmiről. Hát mondjuk, ha nem vagy Bayern München, vagy Paris Saint-Germain rajongó, akkor azért ez kevésbé érint, nem? Megnézed, mert jó focit látsz, de hogy valójában ez akkor nagy élmény szerintem, ha az a csapatod játszik, akit szeretsz. Most mi nem szeretünk nagyon senkit, tehát igazából nem vagyunk érdekeltek soha a BL döntőben, nem? Mert, hogy... Majd ha ott leszünk mi is, akkor megnézzük, hogy... Szóval akkor soha? Hát az a gyerekeink talán, de mi azt nem, azt mi már nem fogjuk megélni szerintem. Furcsálottam is, Balázs, hogy a Dózsa Budafokról is beszélsz. Dózsa Budafok? Dózsa Budafokról beszélsz, igen. Túl rövidre van vágva a best of, sokkal több benne a zene, jobban kellett volna vágni. Kaptunk még egy ilyen kis helyesbítést, és köszönjük szépen. Hallotta, akit illet? Én egyszer magunkba hallgattam egyébként. Mi? Beragadt a gomb. Mert túl jól érezted magad. Túl jó volt. Hogy nem, savanyú után édes. Hogy azért ne veszítsem el teljesen a fonalat, de már nem tudom megmondani, hogy miről beszéltünk, vagy hogy mi volt a benne. Szóval csak tudom, hogy nem bringával mentem reggel a közérbe, hanem autóval a Balcsén, és akkor... És mondtad, hogy jé, beszélek. És jé, mondom, beszélek. Mindig fura egy kicsit magunkat hallgat. Ez az egy olyan fura érzés, hogy ülsz a rádió, és vagy ülsz a kocsiba, és magadat hallgatod. Én ezt érzem mindig, amikor a Petőfire tekerek. Nem, azt éreztem, hogy hallgatom a megszólást, de a megszóláson belül se tudtam már akkor, hogy miről beszélünk. Ja. Csak üveges tekintettel néztem hozzá. És együtt éreztem magammal, hogy mondtam, megint nem tudom, hogy miről beszélünk. Én mondtam. Na, hogy állunk a játékkal? 85-75-nél hagytuk abba. Hú, hát akkor nagyon... 85-75. Ott behúztak egy 3 pontot, nem ez volt a végén? Hú, várjál. Hát, hallgassuk meg a best of-ot. Jújjúj. Mielőtt elmentünk, akkor már nem volt 3 pont, azt július végén. Valamikor behúztak egy 3-as. Igen, volt egy pár 3 pontos. Tehát akkor az azt jelenti, hogy azért még megyünk egy jó kis 10 ponttal. Hát ezeket csak így jó feleleveníteni, hogy azért van egy 10 pontos előnyünk. Marad az 1 pont, most nincsen semmi, nincs karantén, nincs Szabi, nincs utolsó jó, hét. Igen, most nem, azért nem. Ezt a 10 pontot ne szórjuk el. Vagy ne úgy, ne gyorsan. Ne gálánskodjunk már itt most. Gálánskodtunk eleget. Ki tudja még, gyűn a Covid, gyűn a karantén, itt még azért mennyi minden lesz majd össze, gyerekek, úgyhogy hát azért ne pufogtassuk, nem? De jókat mondasz te. Zárják a határokat, ahogy olvasom. Igen, csak az iskolát ne zárják. Hát, nagy reményeid vannak, hogy hát, kihúzzuk télig? Egy 6 hónapos nyári szüneten vagyunk túl. Hát konkrétan március óta velünk vannak a gyerekeim. Március, április, május, június, július, augusztus, 6 hónapja. Hm? Most már azért nekik is legyen elég. Tessék iskolába menni szépen. Hát a lányom azt mondja, most már bírjuk már ki december 31-ig. Bírjuk már ki a téli születi. Másképp látja ezt a dolgot. Tehát hogy ő azt mondja, hogy ha már eddig nem kell, akkor most erre a kis időre minek. Hiszen olyan karantén nem lesz, hogy ami volt tavasszal. Tehát nem, az nem lesz, nem, az lesz, hogy lokálisan valahol egy suliba, mit tudom én, alakul egy gócpont, 2 gyerekről kiderül, hogy koronás, pápa bezárják. De lehet, hogy mellette 2 utcával meg a gimi nyitva maradt. Tehát ilyen lokális döntések lesznek, vagy helyi döntések. Én ezt így tudom elképzelni, hogy a sulik majd dönthetnek arról, hogy ők bezárnak, ha mondjuk van egy koronás, de nem fogják kiadni. Nálatok jött levél, hogy aki most az utolsó hetekben... Hogy aki most koronás, az ne menjen be. Hát nem, aki utolsó hetekben külföldre ment nyaralni, azt köszönjük szépen, 2 hétig ne jöjjön. Jött, nagyon szigorú. Nekem ez szimpi. És tökre az. Mert egy csomóan azt mondták, hogy ezt a 20. hetet például kimennek Horvátországba, Olaszországba, akárhova, és mondta, írt az iskola, hogy akik az elmúlt 2 hétben, azt hiszem, külföldön nyaraltak, ők köszönik szépen, 2 hétig nem. Virág még jobb a Ausztria. Igen. Hogy a franc. De tökre igaz. Azt nem tudom, hogy nálunk ezt kiadták-e, de azt tudom, hogy volt valami. Csak egy rozés poár volt a kezemben, és nem, elkezdtem elolvasni, aztán mondtam, hogy ráérez még. Bármi van, ebben még egy hetet várjunk. adjunk ennek időt, hogy még elolvassuk. De azt hiszem, hogy szigorú lesz. Tehát, hogy nyilván arra számítok én is, hogyha ott kiderül valakiről, akkor... És akkor hát nem tudom, hogy az egész suli elmegy, és hirtelen átállnak digitálisra, vagy... Na mindegy, hát ezt majd megálmodjuk, akkor ez megtörténik valahol. Tehát egyelőre még ez... De egyelőre úgy néz ki, hogy nem, hogy be kell járni. Tehát, hogy az biztos, hogy szeptemberben elindul. Tehát azt tuti. Csak kérdés, hogy meddig megy. Megkérdés, hogy általános szinten adják ki mindenkinek, hogy suli bezár, vagy azt mondják tényleg, hogy dönthet az iskola arról, hogy akkor zárjál be, és akkor menjetek át online. Nem? Az biztos, hogy eleinte lesz egy kis zavar. Legalábbis a lányom egy iskolában, mert segített könyvet válogatni. Így 3 napot. Hát nálunk mekkora zavar lesz? A társadalmi munka? Kellett, mert hogy neki kell egy ilyen óraszámot. A középiskolában már van ilyen, persze. Egy ilyen óraszámot, és bement Virág segített.
Hova teszünk a harmadikosok? Nagy tök jó arcot, azt mondja, hogy jött a talán, és panaszkodott, hogy egy-két könyv nem oda került, ahova kellett volna. És mondta Virág, hogy én nem lehettem, mert nem csináltam semmit. Valami óraszámot kell ebből teljesíteni. Így van, fixen, és akkor de ugye az iskola szerződése van, több helyet, például mit tudom én, mondjuk állatmenhelyekhez is lehet menni segíteni, vagy egyéb ilyen, mit tudom, könyvtárba elmenni, dolgozni, idézőjelbe dolgozni, és akkor össze kell gyűjteni. Miért ezt választott a Virág ezt a... Mert ez maradt ja. Felé. Kicsit később ébredni, hogy meglegyen az óraszám. És nem volt az egyetlen. Tomcsik azt mondja, hogy ő egy hetet ad az iskolának. Jaj, ne. Én négyet. Ne, igen? Uh-huh. Aha, én október közepét mondom. Igen, valaki meg nyolcat adott. Legalább, is legalább egy dolgozatot írjanak, hogy újra megtanulják, mi az a regula. Legalább egy kicsit rettegjenek újra, mert azért most elkarászottak március óta otthoni otthon. Otthoni felelés, így, megírjuk, anya megírja. Meg csináljuk, megírjuk, újra helytállunk az online tanulásba, de legalább lássam, hogy egy hónapig retteg. Nem? Hogy van benne valami félszattól, hát, ami most ráadásul ötödikbe legalább. Megy, az mindig egy nagy falat, hogy akkor most ott vándorolsz, meg nem tudom, hogy legalább tudjam valamivel sakba tartani, hogy érezzem, hogy még van hatásom a gyerekre. Azt képzeld hogy... el az elsősöket, aki bemegy, nem tanult meg írni, olvasni, még igen. Azt mondják, hogy na, akkor otthon majd ezt meg. Nem, az a másodikosnak a legrosszabb, aki úgy ment másodikban, hogy nem tanulta meg, amit az elsőben kellett, mert az elsőben még nulláról indult. Az a második, még minden, jó, minden második, új. Annak még minden új, de aki most megy másodikban, és rájön, hogy március óta se írni, se olvasni, a gyerek nem tud, mert mondjuk otthon a szülő nem tudta megtanítani, mert azért az is egy szakma, hogy most nem elég, hogy leíratott 26-szor az albetűt, de azért az hogy köti össze, hogy kapcsolja a betűket, hát azért... Most... Majd a tanárnéni a interneten uh-huh. Elmagyarázza. És amikor majd be kell írni, izgalmas hogy hova jártál iskolába, akkor az első Kossuth utca 32, negyedik emelet 3, utána a Halasi János általános iskolába jártam 2 évet, utána pedig a Rákóczi utca 12-ben. Izgalmas ősz lesz. Na jó, hát várjuk meg, ne menjünk ennyire előre, de igen, szerintem izgi lesz, sok minden történik. Na játszunk egy jót, itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Na, jó reggelt, fiúk, sziasztok! Hello! Szia. Hello, jó reggel, ciao, hello! Hogy hívna? Levi vagyok. Levi? Igen. Levi. Hello, Levi. És honnan hívtál minket? Londonból telefonálok. A második, nyaralás! Kintragadtál, kimentél, ott vagy, oda menekültél, nem tudtál hazajönni. Mi a történet? Nem nyaralás, itt dolgozom már körülbelül 8 éve. Észrevettétek, hogy egy olyan fél éve eltűntek a külföldről bejelentkező hallgatóink? Volt egy idő, amikor nagyon sok minden volt. Minden héten legalább 3. Minden héten 3, és most mintegy, vagy hazajöttek, vagy nem tudom, mi történt, de hogy most mintha kevesebben lennének. Letagadták, hogy neki ilyen karanténba menni. Az igen. Sajnos picit nehézkesebb most a hazautazás így igen. Karantén szempontból. És mit dolgozol, Levi? Mit csinálsz? Toronydaru kezelő vagyok. Te sem viszed haza munkát? Az itthon is jól fizet, ott meg aztán pláne gondolom, hogy azért az a klassz. Igen, nem panaszkodom. Igen, az egy klassz kis pénz. Kivel játszanál, Levi? Veled, Balázs. Játszunk akkor egy. Hanem a mi toronydarunkkal. Próbáljuk meg, azt mondod? Jó, próbáljuk meg. Jó játszol? Jó játékos vagy? Még soha nem játszottam őszintén szólva, de már nagyon várom. Nagyon jó. És fölkettél ott Londonban, messzi Londonban, és azt mondtad, hogy akkor bejelentkezel hozzánk egy jó kis mondjuk játékra. Mondjuk sokat te se dumálsz a munkahelyeden. Hát egyedül, igen. Ott tűz fönn. Igen. Ami azt illeti, nincs nagy társaságom. Igen, viszonylag uncsi. Na várjál, akkor mindjárt mi ezt beszélgetünk még. Jó, mehetünk, Jani? 3, 2, 1, fire! Na ez a nagy kérdés, ugye a ti esetetekben, hogy jössz le, vagy lejössz, amikor pisilned kell, vagy mit csinálsz? Van nálad valami kis kübli? Mikor pisilnem kell, fennmaradok. Komolyan? Hogy csinálod? Hát, palackba. Igen? Nagy dolgozni kell, amúgy. Igen. Szép volt. Igen. Szép jó gyerekek, még vissza kell rázolnom. Igen? Van nálam palack? Na, akartam a durvábbikat kérdezni, és azt hogy? Már azon gondolkoztam. Úristen! Szép volt! Megvan! Jézus Mária! Balázs megdobott egy ponttal. Azt gondolom, hogy még egy kicsit font. Még egy kicsit vissza kell rázolnom. Na, szóval azért úgy, igen? Rá kell jönnöm, hogy már nem a Balatonon vagyok. Ez a ki nem kényszerített hiba, ugye? Igen. Igen? Nagyon bíztam benne, hogy hozok egy pontot a hallgatóknak. Hát hoztál. Szép volt. Nem rajtad múlt, nem, ugyan. Igen, nem te hoztál, de... Hajjajjajjaj, Levikém, gratulálunk. Hát ez... Köszönöm szépen. Gondolkoztam, hogy vajon kit választok, de úgy voltam el, hogy lehet, hogy Balázs még benne van egy picit a szabadságban, úgyhogy bejött a döntésem. Hát nem én vagyok most a legélesebb kés a fiúkban, ahogy szokták mondani. Levikém, küldünk egy ajándékcsomagot neked, köszönöm, jó? Köszönöm szépen, fiúk. Szép ügyes vagy, nektek. Gratulálunk. Köszi. Ciao, hello. Szia.
Sziasztok! Nagyon. Acélos játék, nem? Igen. Az igen, acélos igen. Kezdés, kipihent, szabadságról visszajött, feltöltődött, ide nekem az oroszlánt is játék volt. Igen. A nyolcadik nem érezted a súlyát. Ugye? Na. Nagy súly nem volt rajta. De kedvedet nem szekte, hogy halljuk. Nem, kedvemet nem, de azért most felpofoztak rendesen. Tehát, hogy azért kaptam két nagy maflást, írtam. Nem, te csináltad saját magaddal. Szerettem volna nyerni pedig, hogy meg legyen az alaphang a hétre, hogy most ugye elkanászottak, best of volt, érzik, hogy kipihentek vagyunk, visszajövünk, és olyan szinten beleszaladtam. Jó, azért vegyük már a szabályokat majd. Még egyszer, igen. Jó, hogy még egyszer, tényleg. És a nagy dologról szól a kérdésedre, nem is tudott válaszolni. Na, pedig az jött volna. Az jött volna. Az is a palackba. Csak az melósabb. Torony magasan jobb volt, azt mondják. Igen. Na jó. Köszönjük szépen. Ezt most tényleg kikérem magamnak. Na jó van, gyerekek, hát akkor jövünk. Jó, 2 perc van pontosan 7 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, újra élőben, már szépen lassan csordogál a magyar visszafelé a szabadságról. Balatonról, Adriáról, ki honnan érkezik, ki hosszabb, ki rövidebb idő után. Tegnap egy hát laza 3,5 óra alatt sikerült abszolválni a Balatonszárszó. Tessék? Nyomtunk egy ilyen Balatonszárszó, Tihany, Keszthely, Győr, Zalaegerszeg, Budapest. 3,5 óra volt. Ugyanez volt szombaton, akkor arra fogtuk, hogy nyilván a horvátországi turnusváltás, majd vasárnap jobb lesz, vasárnap jött a rossz idő, egy hidegfront, elindult mindenki délelőtt. 3,5 órát jöttünk Balatonról, úgyhogy nem volt baleset. Nem volt semmi, van, ahol álltunk, van, ahol kiszálltak, van, ahol tovább mentünk, 90 vagy 100 kilométer 3,5 óra alatt. De amikor mi 20-án elindultunk Miskolcra, ugyanez volt 10 kilométeres dugó volt. De ez most nem jön. De én ilyet nem láttam, de ez Franciaországban havazásoknál meg ilyen. Tehát ez elindult Siófoknál a dugó, és ahol Székesfehérvárnál 3 sávos lesz az M7-es, nagyjából ott kezdett lazulni. Hát azért az egy 30-40 kilométeres összefüggő kocsisor. Uh-huh. Szerintem akik szembe mentek, azok nem hitték el. Láttam, hogy dobálnak át flakonokat. Igen, burgereket, én is elkaptam egyet, megitattam a gyereket. Nekünk az volt a válságstábunk, hogy ketté szedtük a gyerekeket, mert ugye több autóval jöttünk, egyik gyerek ebbe a kocsiba, másik gyerek abba a kocsiba. És akkor ez így kezelhető volt, hogy ne öljék meg egymást, meg ne kapjunk is a agyvérzést. Tehát így egyszerűen vannak dolgok, amik azért így nem változnak. 3 óra. A most néztem tegnapi kifotózott vazeképet. Gyakorlatilag vérvörös a Balatontól Székesfehérvárig. Így van. De mozdulatlan kocsi sem. Figyelj, ugyanez volt. Én is ránéztem ugye azért, és nem hittem a szemem. Soha nem volt ilyen, hogy így az M3-as rész, hogy az M0-ról, az új M0-ról rákanyarodva az M3-asra, és így szépen így egy ilyen 10 kilométeres sor. És így nézem, mondom, ez nem lehet, mondom, nem, mondom, nem lehet ilyen, hogy augusztus 20-án elindulunk Miskolcra. Nekünk is nagyon durva, beültünk még vasárnap reggelizni. És ugye akkor a dugó. Egy borzasztó helyre egyébként, tehát hogy azért az van, tehát Covid ide, Covid oda, majd mindjárt összeszedjük, hogy változott-e valamit a nyaralás, úgy, kinek milyen tapasztalatai vannak. Hogy jobb lett-e, vagy rosszabb lett, minden maradt ugyanúgy, de azért, tehát amikor beülsz egy balatoni helyre, és rájössz, hogy vannak dolgok, amik nem változnak, egy órát vársz egy nagyon rossz kajára, és nagyon drága, akkor azért rájössz, hogy semmi nem változott. Nézem a Google térképet, beültem Budapest, Török Bálint, 1:10, mondom, gyerekek, nincs itt forgalom, mindenki esik. Ránézek 5 perc, 1:30. Ránézek 5 perc, 1:45. Tudod, így elkezd a meleg szemcsét, elkezd verni a víz. Habzene, a kapucsinot! Majd megiszold. Apa, nagyon ilyes vagyok, megettem a rántottam, te miért nekem? Fogjad a kezedbe! Hidegen is jó, tudod, hogy mi nőttünk fel! Számlát kérem! Nem jön a számla, 2:10. Hozzák már a számlát! Ránézek, 2:30. Mire beültünk a kocsiba, 2:47 volt. És így ment föl, tudod nekem, és így gyömbölözött. Csak azt látják, a Sebestyén család így kirohan a félig megevett bundás kenyér mellől, mert egyébként nem kár, hogy ott hagytuk. Még a számlát kifizetjük, de fél lábbal már a kocsiban. 3 óra. Nesze neked Balaton. Tehát, hogy azért... rossz idő volt, és akkor mindenki elindult haza, nem? Igen. Szerintem igen, meg hát ez a nagy augusztus üzen a nagy 4 nap, ezután azért úgy sokaknak véget ér. Sulira felkészülés, mit tudom én, táboroknak véget. Tehát ugye ez a nagy hazajövetel. Vagy mindenki rossz reggeli tette is. Vagy mindenki rossz reggeli tette. Ezért jó, hogyha mondjuk az OMS-nél, vagy az MTI-nél dolgozol. És mert ott tudod, hogy mert szombat este vissza akarsz jönni, és gyorsan bedobsz egy hírt. Igen. Vasárnap még erőfényes napsütés, 30 fok, félrevezeted őket. Nyugodtan, jó lesz még. De én szombaton forgattam, aztán szombat este visszamentem Balcsira, és szombaton ugyanez volt.
Tehát nagyjából az érdi lehajtónál kezdődött a sor, és a 89-es kilométernél ott láttam, hogy már lazul a forgalom. Tehát ez egy 40-50 kilométeres sor. Figyeljük, az... és annak van valamiféle, tehát hogy technikailag, vagy mit tudom én, a forgalom szempontjából vannak valami oka, amikor azt látod, hogy például összegyűlik előtted egy meglehetősen nagy tömegű autó, belassul iszonyatosan, és utána pedig nézed az okot, hogy nem hogy nincsen, ennek eljutsz, több oka van, ennek van oka. Eljutsz egy bizonyos pontig, onnantól kezdve pedig semmi nincs előtted. Nincs van előtt oka, semmi. Van az az oka, hogy nem tudunk vezetni. Aha. Leginkább. Azért nem tudod, ezért én sokat gondolkoztam, és tegnap megfejtettem, mert volt időm megokosodni, hát, hogy ez mi lehet. Mert hogy megnéztem két Netflix sorozatot, három HBO-t. Egyik az, hogy olyan ez, mint a hullám. Uh-huh. Tehát, hogy valaki az elején csinál valami hülyeséget, befékez, lelassul, és az egy ilyen 10 kilométeres hullámba így szépen visszaszáguld ugye rád. Te egy autós vagy ott a sorban. De mire te odaérsz, hogy ő lefékezett, addigra ott már nem látod, hogy mi történt, mert nem egy baleset volt, csak egy pici lassítás. Illetve vannak olyan felhajtók, ahol ugye jobbról próbálnak egy csomóan besorolni, de te már a felhajtó előtt 3 kilométerrel érzed, hogy valamiért lelassultál. És azért, mert ott nagyon sokan bejönnek a jobboldali sávból, és az 5-6-8 kilométerre visszalassítja. Siófok, mit tudom én, Zamárdi, ezek a nagy csomópontok, ott nagyon sokan próbálnak. Vagy a fehérvári lehajtó. Vagy a fehérvári le vagy fölhajtó, így van. Nem akarok fehérvári. A fehérvári lehajtó. És az visszadugul már a 89-esnél, vagy a 70-esnél, mert 4 kilométerrel arrébb elkezd a forgalom lassítani, és egyszer csak te megállsz. És mire odaérsz, látod, hogy jobbról sorolnak. Úgyhogy nagyon okos lettem ám. Közlekedési ügyileg. Majd bizony nincs. Megokosodtam. Akkor még nem tud gyorsabban menni. Most nekiszaladhatnék egy ilyen közlekedés mérnöki diplomának, mert összetudnám hangolni a lámpát, ezt meg tudom oldani. Na milyen időnk lesz, azt mondd el itt a szabadságunk után, remélem jön valami hírekfront. Igaza van János, legyen rossz idő. Tessék menni a Balatonra, 30 fokok, 25-től 31-ig, de Dunántúlon van egy kicsi eső, az kész, semmi. Hát azért ez egy frissítő nyári zápor. Ne menjen senki a Balatonra, legyen még a szabadságnak, készüljenek a gyerekek. Iskolára, most igen, már ne balatonzzon senki. A miskolciak írják már meg, hogy legyenek kedvesek, mert azt hallottam, olvastam, láttam, nem, ebből a hallottam igaz, hogy ahogy mi eljöttünk, ez nagyon szépen köszönjük az égéreknek, hogy olyan özönvíz öntött el tegnap a várost, olyan felhőszakadás volt, hogy egyébként mi majd meg döglöttünk, annyira meleg volt, ez alatt a 3 nap alatt, amit ott töltöttünk el, hogy utána úgy leszakadt az ég, hogy ez valami egészen elképesztő, megint hömpölygött a víz az utcákon. És már náluk volt most egy pár hónappal ezelőtt volt egy ilyen nagyon durva áradás, amikor itt a színva kiöntött, és víz alá került ilyen kis velence lett Miskolcból, de tegnap is állítólag nagyon durva volt. Hát az ott, de az övízszerű, az mindenhol van. Tehát ezek a nagy nyári viarok, ez olyan, hogy ott lokálisan látod, hogy ott szakad, 4 centi vízesik, 5 kilométerre arrébb, meg senki nem tud semmire. Hogy milyen vihar. Jó, de hát az igazán kellemes élményeket nem tudja elmosni semmilyen felhőszakadás, mint például az az este. Volt valami végre. Az az este. Na! Az az este. Mi volt? Amikor nyitva volt a tetőablakunk, és nem csak a mi tetőablakunk volt nyitva, mert nem csak mi szellőztettük. Ó, igen! Igen, és amikor ülsz a kanapén egy szép, nagy, kényelmes kanapi ágyon. Fesd le az egészet. Mit csinált a kis családod? A kis családunk, már túl voltunk a vacsorán, túl voltunk a kutyapisiltetésen, kakiltatáson, már lefekvés előtt voltunk, szépen feküdtünk így egymás mellett, természetesen nem tévéztünk, hanem Virág ugye nyomkodta a telefonját, én nézegettem az aznap készített csodálatos képeket a Tisgyőri várról, a Szerencsi várról, a Martonyi Pálos Kolostor romjairól, stb. Móni aztán mosogatott, de kit érdekel. És egy év után. és egyszer csak egy nyögést hozott a szél, egy nyögés hangjait. És mondom, hát valaki elment gittelni. Így van, és kicsit bal oldalára nem fordul. Fogyott annyira a szilva, hogy kevesebb rostosat, több rostosat kell. Az ő kanapjágyuk nem annyira kényelmes, mint a milyen kicsit nyomja a derekát. Aztán jött még egy nyögés. Na de várj, milyen nyögés? Halk, sóhaj, erotikus, férfi nyögés, medve brummogásszerű. Figyelj, olyan típusú nyögés volt, mintha addig valamilyen zsilipkamrába lettek volna, mert így kiszabadult. Tehát, hogy az nem volt ilyen felvezetés, hogy... Tehát nem fokozódott ez, hanem egyszer csak hirtelen. Egyből szexel kapcsolatos gondolatod volt? Ez nem volt meg, ez nem. Tudtad egyből? Vagy hogy mire gondol az ember? Hogy becsíti egy zsába, beállt a dereka, lehajolt és úgy maradt. Tehát tudod, hogy eleve nincsenek szexel nem kapcsolatos gondolatai. Igen. De amikor egyszer csak azt mondtad, hogy de várj, nem mindegy, hogy férfiból jött ez, mert hát az... Most én nem tudok növíni, de ezt te tudsz.
És tovább becsúszja. Ez volt az. Mit csináltatok Miskolcon? Ez volt. Mondtam a Vikinek, hogy ne ordítson annyira. És így én nem voltam a gyerekkel a parkban. Tudod, és így jön. Fölkiabáltam, hogy halkabban. Jön így a semmiből. De csaj, akkor csaj, igen. Tehát csajos. És az első kérdés Monitól, nem az, hogy mi miért nem így csináljuk. Miért nem vagy én? Tehát hogy nem tudod ezt belőlem kihozni 20 év, nem? Virág, hallod? És hogy nyilván hallotta. És hát persze. Mire, virág, de nem persze, lehet, hogy kínozták, vagy verték? Vagy nem lehet? Hát a verték, de hogy... De nem úgy. Figyelj, nagyon durva volt. De volt egy pici erotikus vágy benne? Támadt valami? Vagy összenéztetek Mónival ilyen furán egymásra, tudod, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy hallott kicsit, tudod? Igen, mert ugye a pároknál van egy ilyen, hogy úgy csinálnak, mintha nem hallanak, egymásra néznek, és azt mondják, hogy jaj, hallott, tudod, és van egy ilyen, mi miért nem így, vagy na, húzd le az ablakot, ezt nem akarom nem hallani. Miért nem? Vagy miért nem? Tehát, hogy volt egy ilyen? Elindult volt... felé a kezem a takaró alatt. Igen. Bezavartátok a gyereket. Azért be lehet indulni, ha hallott. És rájöttem, hogy valójában. Szóval, hogyha egy csaj jól nyög, azért arra be lehet indulni. Fél, jó tehát volt van az a nyögés, amit úgy jó hallani. Nem volt és rossz. Hogy nem akarod, hogy vége legyen. Vagy már annak is örülsz, hogy ilyet hallasz. Egy dolgon gondolkodtam, hogy mert egy nagyon picit nekem már azon a határon volt, hogy megjátszotta magát. Igen. Honnan tudod, az milyen? Honnan tudod, az milyen? Ebbe élek. Igen, is igen. De te is túljátszod. És így egy picit már elkezdtem rá gondolkodni. Túl sok volt? Nagyon? Ja, nagyon nyomta? Nagyon jó volt neki, és nagyon rövid ideig tartott, mert ahogy egyébként... És ilyen nagy... De ez inkább pasis most, ez pasis. De tehát... nem tudok csajosat hozni, kicsit bocs. Kicsit magasabb hangó hozzad? Azaz. Na, meg vagy. Hát ez ez ilyen Honti Hannás, hagyjál már. Ez a színpadi öröm. Igen. És ott van a De jó vagy Józsi. De jó vagy Józsi. Tomikám. Na, és mondom. És volt egy valami, tehát valami ütődött valaminek? Tehát volt közben egy ilyen, tudod, volt egy ilyen, hogy valami így közben tudod, hogy az ágy. Nem volt ilyen? Nem volt ütődés? Vagy a feje valahova, vagy tehát semmi? Ne, ilyen. Tapsoltak is közben. De. Akkor színélő. Többen is nézték. Nem lehet, hogy egy ilyen underground színház volt fölöttetek, és közben tapsoltak. Több ember szobaszínház. Szobaszínház. És legalább ketten voltak. Vagy valaki. Az is lehet egyébként, hogy egyedül volt, mert hogy tényleg férfi, nem hallottam érni, nem hallottam Józsinak. Várja, halk motorzúk, ez se volt közben? De mondd már, hogy ki mentél az ablakhoz, vagy belehallgattál. Nem tudtam kimenni, mert tetőablakot kimásztam volna a tetőre egy cigivel, meg egy akkor mondta, hogy lejjebb mentél egy emelettel, fölvettél egy pizsomanadrágot, lejjebb mentél egy emelettel, és végig hallgatóztad a szobákat. Tehát mondta, hogy nem, persze. Hogy próbáltál utána járni. Nem, ilyen rizé volt, ilyen érted, ilyen hasított tetőcserép volt, így nem tudtam rajta megkapaszkodni, és ott lógtam volna, tudod, a hófogon. És oké, de akkor az a szép hangú női nyögés volt, vagy az a télem, amikor azt mondta, hagyd már be neki, Istenem, legyen már valami, csak ne kínozzanak tovább, drágám, ez borzasztó. Úgy nagyjából belőttem, szerintem 40 és 50 között. Így hang alapján. Tehát, hogy... Ja, hogy belokátoroztad, hogy hány persze, éves? Persze, meg végig volt. Végig ment volt a folyosón. Haló, itt vannak? Így. Oldalt nézni, és van... Mélyfés, kacsintottam. Csak az a baj, hogy a virág volt, nem. De virág rögött rajta. És aztán reggel, és de a legjobb... Várjál, nem érezted kellemetlenül magad, hogy ott a gyerek is hallgatja? Hogy ilyenkor mit mondasz a gyerek? 16-17 éves gyerekek, ha már semmit nem mondasz. Főleg, hogy 18. Hogy megnőtt? Hogy megnőtt a Szabi? Igen, tehát, hogy már megugrott ez a gyerek. Hány évre mentünk el? Átaludtam? Két éter, azt nőtt két éve. 18 a virág? 18. Miért vagyok én még mindig ebbe a 14-15-be? És hát nyilván meg se rezdült. Röhögött rajta egy kicsit, de rohadt wifi, tudod, tehát kb. Egy volt, semmi extra reakciója nem volt, viszont másnap reggel az, hogy kint ülsz, reggelizel, és mindenkinek belenézel mélyen a szemébe, hogy te voltál. És nem a tojásrántottára, nem a zseniális mandulatortára, nem a fantasztikus brazil presszó kávétra koncentrálsz, hanem arra, hogy mindenki, aki jön le. Az mindenki, gyanús. Az gyanús. Az mindenki gyanús. Mindenki, és próbáld meg felmérni. És voltak ötleteid, hogy ki nem, lehet az? Nem, ők nem, kicsit sajnos az ábrázata, nem, ő nem lehet, az nem, ők tegnap is ilyen miszek voltak. Nem, aha, nem. Hát, de várjál,
mi volt a helyszín? Aha. Mi volt a helyszín? Hol voltam? Ez egy Diósgyőrben. Diósgyőr. Diósgyőr. Szálloda? Gyakorlatilag egy apartman. Egy apartman. Egy ilyen... Rálátni a vára, vagy valahogy be tudjuk azonosítani? Hát ha jelentkezik. Hát jelentkezzen már, aki azt volt. Az tök jó lenne, hát az őszintén. Ugye, gyerekek, én telefon, voltam. Egy 45-ös csaj, és mondja a gyerekek, igen, Jani, mi voltunk. Én ezt tökre bírnám. Hát ha megtaláljuk. Viszonylag hát... kevesen voltunk, mert azért nem egy nagy számú hely. De ez most hétvége? Persze, ők biztos, hogy az alapján azonosítani. Apartman. Így van, egy ház. Ház. Tetőtér. Tetőtér. Nem, a tetőtérben ti voltatok. De onnan jött a szembelévő tetőtér. Szembelévő tetőtér volt, vagy pedig mondjuk a hang minden irányba. És a reggelinél beazonosítottad? Volt valaki, akinek mélyebben a szemében nézte, láthatod, hogy kicsit csapzott, és olyan úgy ette a rántott, tehát persze, hogy úgy itt adnan a szemet, hogy volt egy ilyen kicsi mosoly, mert aha. Egy... És faltagép sokát. Most kell az energia. Most nőre, várj, de most a nőre gondolok. Még belőle, hogy elrendek. A nőn is látszik. Egy nőn, a boldogság látszik. Nő meg tudom mondani. Tehát egy nő jót szexelt, és nekem ismerősöm vagy. Elvakerőd van a szexel után. Nem erre gondolom. Kócos a haja. Igen. Nem erre gondolok, hanem úgy látod, tudod, hogy olyan ból egybe van. Rávar a sarkára ragadva egy kis vécépapír. Nem. Fordítva te fel a ruhát. Nem, ez a mások kisugárzás akkor. És, tehát ha akarod, akkor 10 órakor megmondom, hogy melyik kolléganőnk szexeltek. Tehát egyszerűen más a kisugárzása. Jó. Most annál tudjuk csekkolni, de hát hogy tudjuk, hogy ez... Idén még nem volt. Ja. Azt is megmondom. Azt is megérzem. Szólni fogok, hogy melyik reggel érzem úgy, hogy most valami kis pajzánkodás volt annál. Én már úgy találtam, hogy össze már ragadva a hajam. Na, de akkor nem volt beazonosítás a reggelinél. Nem volt. Van. Volt, és ez az utolsó este ne, volt? Ez már a te mocskos fantáziát, hogy szerintem ez már igen. Igen. Nem, utolsó előtti este. Utolsó előtti este. Hát ennyire megörültek. Lehet, hogy hangulatba őszte őket a Diósgyőrvár díszkivilágítás. Én megmondom, hogy azért egy kicsit ezt irigylem. Én ezt irigylem, aki ezt ilyen gátlástalanul tudja. Vagy látott engem hátul tehát, tornázni a kertben a csaj is. És nem azért, mert hogy mondjuk én nagyon üvöltenék, és nem üvöltök. Tehát én nem, azért nem úgy van, hogy törölgetem a homlokom, és lenne bennem egy ilyen üvöltési vágy. Én azért azt tudom, tehát olyankor úgy, azt tudom irigyelni, hogy wow. De nem az, hogy szexellenek, hanem hogy ilyen bátran csinálják. Hogy amikor így tudod, így a csaj így leordítja a tetőteret. Nem az ablakban róla típusok vagytok. Nem üvöltök Tarzanként, tehát nincs Engem picit zavarna. Már nem az, az ha üvöltöznék melletted egy rócsó? Nem, hogyha mi halacodunk ki. Együtt aludnátok, és te üvöltöznék. Mi halacodunk ki, mert mi azért, én most bevallom őszintén, hogy ablakbe, róló le, típusok vagyunk, és előtte tartok egy hangpróbát. Kimegyek az utcára, és Moni üvölt. Ki most hangosabban. Vagyok, egy-kettőként vagyok, jó hangpróba, Moni nyög. Hangosabban nyög. Kicsit sok, jó, redőt húzd le. Jó. Jó lesz. Jó, de valószínűleg jó. A párkapcsolatok azon fázisában vannak, ahol még ezek ilyen spontánabbul működnek, ugye? Hát azért hát idővel azért az a fajta spontaneitás azért eltűnik. Honnan tudod kérni házassági okiratot? Hát mi nem egy volt. Ilyen lopott este hát, volt mindenki ilyen olyan párnak tűnt, hogy nem nászutasok voltak, vagy ilyesmi. De hallgattad volna még irigykedtél, jó volt benne lenni, vagy ez a csukba az ablakot, és hangos is föl Netflixet? Jó volt. Szépen nyögött? Nem szépen, de ez jól érződött rajta, hogy elégedett. Abban a pillanatban nagyon örül. Vagy annak a három, annak örült, hogy letelt végre a három perc. Vége. Vagy, mert mondom, nagyon gyorsan lezajlottak az események. Nagyon gyorsan. És nem volt semmi csitítgatás. Tehát a férfi sem volt. Nem volt. Ezt nagyon kiábránítom. Vatonék, ezt erről fognak beszélni. Láttam a kis Angyikádot a recepciónál. Hányan mondani ott a rádióban, vagy a restróban. Biztosan bemondja. Biztosan bemondja. Hol szólnak ezek most, hogy ott aztán... Ott voltak valakik, akik szétpocsékolt ott asszonyt. Azt majd rólam fog majd beszélni rajtam rögtön egész ország. Soha tényleg. Kusolja meg, Katika! De ha jó! Legyen csendben jó! De ha jó ennyi év után! Ja Istenem, de kérdezett, hogy ez egy első randi volt, és nem tudta, hogy a csaj így halálhörög. Tehát azért az is meglepő, azért hát emlékszünk azon korszakunkra, amikor azért olyan furcsa dolgokat csinált, mondott, adott hangot, hogy azért úgy az, hogy... Hát és megkérdezted utána, hirtelen, hogy valami baj volt? Igen, van az a szituáció, hogy nem sikerült? Meg tudsz fagyni. Tehát, hogy azért mond olyat, vagy csinál. Tehát, hogy azért, ha mondjuk így egy első randisok, és éppen ott veri a fej a tetőablakot, és közben nagyon üvölt, te meg ott azt mondod, hogy Jézus.
Jaj, van az, amit csinálom? Én bántam, vagy nem, valami fáj? Biztos, ez így fog menni, hát egek keresztül. Félkézzel fogod a derekát, félkézzel meg a tetőablakot, próbálod becsukni. Elérem! Akkor inkább a száját. Torsabb fejezünk be, mert ugye kopog a... Szóval azért első randinál ez nem egyszerű. Azt mondják, hogy Vásári André vasárnap Diósgyőrben volt. Nem lehet, hogy ő volt? Női hang volt. Hát... André, magasan énekel. Igen. André, egyrészt holnap koncerted lesz, légy, és ne pazarold el a hangot, kettőt csukd be a tetőből. Hát, vagy csak beénekelt a koncert. Vagy csak beénekelt egyébként, simán lehet, hogy te már a pervers fantáziáddal azt gondoltad, közben állt egy boiler mellett, és skálázott, érted. Igen, és André volt. Millió rózsaszám! Ó, Istenem. Na jó, van. Aki volt, jelentkezzen. Jó? Megtámogatjuk az időjárást is, ez fontos. Az elhangzott egy 10 percen. Támogatója a Bac Magyar Manufaktúra. Bac, jár nekem a kényelem. Aki magára ismert legalább egy SMS, a gyerekek, igen, én voltam. Igen, hogy mi voltunk, Jani, bocs. És én is nem kell bocsánatot kérni, mert tényleg jó volt, feldobta az esténket. Mind a kettő mosolyogva aludtunk. Móni azért, mert nem nyúltam hozzá, én meg nem. Te meg ugyanúgy, hogy szoktál melegítő nadrágban, bojtos papucsban. Na, jövünk a hírek után 7:30 percen. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, most már élőben. Szállingózik vissza mindenki, Jani, a szabadságáról. Szállingózunk. Már szállingózunk. Jövő héten, ha minden igaz, iskola kezdéssel vágunk neki a szeptembernek, hogy ezt a 3 nap múlva bezárjunk. Úgyhogy... Nem áll, legalább hadd menjünk végig, érted, az őszi turnén, az menjen le rendesen, az őszi kitelepülés sorozatunk, az menjen le rendesen, azt akkor utána legyen valami. Hát most úgy... Hetedikétől. Ne, az lemegy. Na. Most az iskolára kívánc, hogy meddig megy. Addig menjen a gyerek iskolába. Kicsit szokjon vissza, szokjon tudja meg vissza. Mi az a regula, március óta azért nem volt, aki rákopincson a fejére komolyabban. Írjanak néhány felmérőt. Nem tudják, hogy mi az, hogy iskolába járni. Hát, most kezdtük el tréningezni, tudjátok, hogy egy hét múlva. De apa, hát itthon vagyunk már mióta, már most már csak nem kell menni. De hogy nem! Végre! Élni akarok! Minden nyáron van egy ilyen fogadalom, hogy most egy kicsit leülünk, és azért úgy egy kicsi matek, picit átveszünk, kicsit az angol, hogy menjen, ne felejtsd el. Kötelező olvasmányba bele se kezdtetek. Kötelező olvasmány. Borzasztó. A kötelező olvasmány, van akkor más, mi a probléma? Van más, amit olvas, a kötelezővel küzdünk. Hogy így hívják. Tehát, hogy onnantól, hogy meg kéne változtatni a nevet, ez a kötelező ajánlott. Abban a pillanatban már sokkal barátságosabb lenne egy gyereknek. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy kötelező olvasmány, mert onnantól kezdve, hogy a kötelező szót meghallja, már gyűlöli zsigerből. Hát igen, és hát ember legyen a talpán, aki szereti Lázár Ervin. Tudom, a nagyokat tisztelni szeretni kell, de hát Berzsián is Didekit azért, akinek 5 anyja van, az olvass el. Tehát, most hogy az van nektek? Berzsián is Didekivel küzdünk éppen. Berzsián is Didekivel. Hát mondhatni csavaros a történet, egy 60 oldalon vagyunk túl, nehezen tudnám összefoglalni, igen, hogy valójában mi történik a sztorival, de nagyon hűségesen. Látom, belolvastál, mert a csavaros szót nem szoktak használni. Nagyon hűségesen a ballada költő, aki nem ballada költő, hanem jobblada költő, mert hogy a balladára a jobblada. Ott összenéztünk a Benivel, aki azért túl van néhány könyvön, és hát jókat olvas, és akkor úgy felsziszent, hogy apa, ez, nem mondom, most ezt nyomnod kell. Veled vagyok, Bicsi, átérzem. Most akkor jobblada költő lesz. Berzsián és az Akszakál, akiknek ott meggyújtják a szakállát. Hát, ha olvastál, mondom, borzasztót, de a nagyokról tudom, hogy hát, hogy is mondjam, csak törvény előtt kell majd felelnem, ha ilyeneket mondok, hogy miért kell ilyet, és hogy nem lehet vagy jót, vagy semmit. De ha 100 oldalas a könyv, 60 oldalon túl vagyunk. Abból 40-et hallóvastam, amikor aludtak, hogy mély alvásba menjen a gyerek fejébe. Odaültem az ágyam mellé, tudom, hogy alszol. Kicsi, Benny, ez a kötelező. Benny, gyerek. Aludj csak nyugodtan. A Viki többször úgy Berzsán is Didekivel az arcomon talált meg, hogy folyik a nyálam, és Berzsán az arcomra rángatózik az egyik karom. Rángatózik az egyik karom. Szóval ez valahogy ez az üljünk le, majd egy kicsit nyáron, gyere, vegyük át, picit rázódj vissza az iskolába, és ez most még nehezebben ment. Március óta ugye eleve nem volt. Hát ez az online tanulás, igen, egyszerre 8-an írtuk a dolgozatot, ugye, nagy kis túlzással, de tényleg, szóval azért azt úgy elengedted, nem csináltad, de hát nem. És most erre még egy nyári szünet, majd a végén ültesd le, hogy gyere, vegyünk át egy-két dolgot, gyere, nézzük nem meg, egyszerű. pici, mondta egy pici angol, konkrétan volt, hogy napokra eltűnt. Tehát, hogy így, tehát ezt így kimondtam, álltam a stégen, és azt mondtam, na de a Berzsián is Didekivel, na de a Berzsián, és a Szabadstrandra átültetek, arra adjál már Berzsián is Didekivel.
Szóval nem egyszerű. Én nem tudom, most azért nagy falat lesz a tanároknak. Azért ezeket a szülőknek, meg a gyerekeket is, újra. Lesz egyszerű, az biztos. Sosem egyszerű nyári szünetről visszajönni, de most azért egy ilyen március óta kevésbé a közösséghez szokott. Nem azt mondom, hogy elkanászodott, de hogy izgő, mozgó, zsizsgő, kicsit a karantén alatt azért. Átbeszéltük, de benne volt a kezünk a hármasban, a négyesben, meg az ötösben. Tehát hányszor mondtuk azt, hogy jó, kicsit majd én megírom, hagyjad, mert be kell küldeni. Legyünk már őszinték. De várja, de nem csak ez volt, és aztán jött a nyár. De nem csak az volt, hogy felvetetted neki, hanem kénytelen is voltál, mert amikor a gyereknek kiadják mondjuk testnevelésből, hogy te naplószerűen Csinálja róla videót, meg naplót arról, hogy te hogy végezted el, és hogy te milyen testneveléssel összekapcsolható tevékenységeket végeztél, egy percre pontosan bontsd le, hogy te mit mozogtál ma. Igen, hát erről beszéltünk ugye tavasz, hogy voltak a tanárok, akik nagyon... Krumplit pucoltam, utána kiszaladtam a kapuhoz, mert dudált a postás, tudod? Igen, voltak, akik jól reagálták és értették, és voltak, akik ezt valahogy nem tudták venni, ezt az akadályt, hogy most ez lehet, hogy nem az a sztori. De hát majd most második lendülettel majd nekifutunk. Uh-huh. Ősztől, jó lesz az, nem? De jó lesz. Igen. Ti éreztetek egyébként... 2.0. Na jó, legyünk optimisták, hát ha nem. Tehát legalább két hónapot bent lesznek. Éreztetek valamit, hogy máshogy nyaralnak az emberek, ha már a koronáról beszélünk? Volt valami, ami megváltoztatta a nyaralási szokásainkat? Igen, például az árak. Oké, az árak és a tömeg. Az árak azok nagyjából... Sose látott tömeg volt a Balatonnál, a Velencei tónál, ennyien szinten még nálunk a Velencén életünkben. Nem láttam még ennyi embert. Hogy ugye senki nem ment külföldre, jött mindenki. Oké, de hogy volt valami, ami a zsigereinkben megváltozott? Vagy hogy máshogy nyaralunk, vagy hogy messzebb rakja a török között, vagy nem liheg a sorban a nyakadba, mert hogy én ezeket közön tanulmányoztam, de azt gondolom, hogy ez így valahogy így, mint így át is szaladt az embereken. Hatalmas nyaralás, hatalmas biztonsági érzetés, embernek farkas a strandon. Tehát, hogy úgy rakja le a török között a melléd egyébként, és liheg bele a nyakadba, hogy tehát azt... Átmentünk, semmiféle félelem voltak nincsen. Vendégek, nem volt kedvünk főzni, menjünk lángos, halacska, akármicsoda. Odaálltunk, és akkor én álltam elől, meg még a másik csapatból is két férfi ért, tehát hogy akkor mi intézzük. Mutassatok némi erőt. Így van, hogy tudják, mi. Hát figyelj, meg kell küzdeni, ez nem úgy van, hogy mi leadjuk a rendelést, a többiek üljenek le. És akkor ez egyik anyukának eszébe jutott, hogy még szól nekünk, hogy még mitén két ásványvíz. De mögöttünk már álltak sorba. Na figyelj, odalépett hozzánk. Mi is odaállunk, miért áll oda, maga miért megy előre? És akkor mondtuk, hogy azért, mert együtt vagyunk, hatan. Csak mi jöttünk ide hárman, nem jöttünk többen. Ez valószínűleg nem a Covid hatása, ő így nőtt föl. Tehát valószínűleg ez korai szocializáltság hiányára vezetni minket vissza. Két világháború, 56 egyenek, férje korán alatt. Meggyűrődött. Az árakban látszott. Abban bizony. Tehát abban nagyon látszott. Remek történetem van, árképzés, most figyeljetek, Balaton felvidék. Kollega nő elment nyaralni egy barátnőjével együtt, elmentek egy hosszú hétvégére. Bookingos foglalás, tudod, ott látod, gyönyörű képek vannak, és különböző szobák vannak a panzióban, és kinézték, azt mondták, hogy most semmi nem drága, végre a férjekkel maradtak a gyerekek, elmehetünk nyaralni hárman, vagy ketten egy hosszú hétvégére, elmentek, és akkor mondták, hogy akkor a medencére, mert volt egy ilyen, hogy medencére néző apartman. Hát mi jut erről eszedbe? Ha ott a helyed. Hogy ott a helyed, és hogy van medence, ugye? Igen. Hiszen medencére néző apartman, pont a duplája volt, mint az összes többi apartman, pont a duplája. És a medence szomszédó volt, a medence és az apartman között egy kerítés. És így van. Érted ezt, hogy úgy adott nem ki? Nem lehet igazadni. Ez óriás gyorsan. Nagyon jó. Mégis nem hazudik. Hát egy medencére néz. Állítottam, hogy a saját medenced? Igen. Nem. Mondtam én, hogy az apartman, igen, a hotelnek a medence? Nem. Nem. Az egy medence? Mondtam, hogy lehet benne fürödni? Ez egy apartman? Igen. Medencére néző. Dupla ár. Ebben semmi, túlzás nem nincsen. Ár, ezt, amit mondta nektek, szerintem most óriás lehúzások mentek. Árilag is, szobákba is, foglalásba is. Most ott elkezdtem kapkodni, ugye, miután bedölt ez az Ausztria, és össze-vissza telefonálgat, és nézegetem át, 250 ezer forinttól 500 ezer forintra ugrott föl. De ez nem Szingapúr, és ez nem izé, ez belföld. Én voltam, úgy voltam vele, hogy ez rettenetesen zsebbenyúlós lesz, mondom, sajnos így jártunk, hogy nem fogjuk tudni másképp megúszni. Négy éjszaka,
500 ezer forint. És akkor mondtam, hogy na jó, maradunk otthon szépen Lőrinc City, és akkor majd kijárunk a Béket. Ja, azt hittem azt mondta, hogy nem tudom megúszni, és kifizettem. És golfoztál végig. De úgy mondta, úgy vezetted föl, hogy na, én most arra gondoltam, hogy ezt nem tudom megúszni, és mondtam, wow! Így ültem le, így ültem le a laptop elé, és így kezdtem el telefonálgatni, hogy oda, mondom, nem érdekel, mi nyaralni fogunk, nem fogunk itthon ülni, miközben van két hét szabad. Kerül, amibe kerül. És aztán, amikor kiderült, hogy mennyibe kerül, akkor mondtam, hogy na nem. Na, nem. Hát, hirtelen, hogy kihúztad a számítógépet, és elmentél sétálni. Tehát, hogy 100-120 ezer forintot kifizetni egy éjszakára. Hát nincs az a szolgáltatás, tehát nincsen olyan hotel, ami olyan szolgáltatást tud nyújtani. Hát most szerintem sokan kifizették, ami... kiszabadulva, erre spórolva, lemondták a külföldi utat, igen, nem megy el Törökországba. A szolgáltatás minősége az biztos, hogy nem éri el azt a szintet, de most nem erre amennyi mentek. Lóvét kifizet. Hát most nem erre mentek, most arra mentek, hogy te úgy is kifizeted, nincs az a pénz, amit most nem költesz el, nincs az a szoba, amit nem lehet háromszoros áron kiadni. Ha el lehet ki lehet adni 80-ért, 100-ért, tegyük föl 150-ért, még azért is el fogják vinni. Hát azt hallott, hogy annyira megtett a Balaton, hogy emberek a kocsiba aludtak. És azért itt azt mondtam, hogy értem, tényleg szép a Balcsi. De azért... Kocsiban álludjon már senki. Te haver, szállj meg ki a kocsiból, basszus. Ráadásul a saját kertünkbe vagy. De azért, amikor a gyerek hajnali háromkor azt, hogy apa, hogy elsipadt a lábam, és te hátra szólsz neki, hogy csit, aludj még csak éjjel három óra van, és átnézel a feleséget, és ott alszik nyitott szájjal az anyósülésen, és a három gyerek balra eldobva. Tehát azért ahhoz nagyon kell nyaralnod, és nagyon kell szeretned a Balaton, hogy a kocsiba aludtak az emberek. Bárhonnan jöttek. És nyilván nem NDK, tehát nem a régi németekkel akartak ők újra egyesülni, hanem valahonnan az országból, és a kocsiba aludtak. Azért azt úgy el tudod képzelni, hogy 2-3 éjszaka a kocsiban? Igen, Woodstockban. Nagyon elszánnak kell lenned, nem? A gyerek fönn a kalaptartó hát. Igen. Apa úgy elmacskászolott a lába, aludj csak, mit csak ilyen két órában. Másnap lefekvésről sorsoltok, hogy ki alszik hátul, félig kinyújtott lábbal, és ki elől ülve. Nem tudom, melyik a rosszabb. Hát, vagy a kettő. Két óránként megszól az ébresztő, és cseréltek. És apa bemászik hátra, a gyerek jön előre az első ülésbe, a mama hátra megy, gyerek előre megy. Kocsiban aludtak. Tehát iszonyatosan tömeg volt. Ezért van a medencére néző szoba. Tehát most szerintem... Mindent el tudsz adni. Olyan szinten eladtak mindent, olyan szinten kifizettünk mindent, csőn, olyan szinten vezettek meg, és fizettünk ki hatszoros árat. Figyelj, nagyjából külföldi nyaralós árakon mentél el most 4-5-6 napra Balatonra. Kajával, szállással együtt, ez egy komolyabb törökországi, vagy bulgáriai, igen, vagy egy horvátországi út, amit te most kifizettél, mert őszet szóltak, hogy kevesebb bordia, igen. És azt mondták a Balatonra, okay, gyertek, de most az utolsó bört is lehúzzuk rólatok, az elmúlt 20 évért, hogy nem jöttetek, vagy nem szeretnétek annyira, most mindent megfizettél. Na most! Eljártál Horvátországba? Nem jöttél Balcsira? Most nem is sehova? Fizetni fogsz, kis köcsök. És minden, négyszeres áron. Minden. De a kajában ugyanúgy látszol. Szerintem most, tehát... És még ennek ellenére látod a csomó balatoni áruson, hogy nem tud elégedett lenni. Oda mész és flagma. Jó. Undok. Jó, ez megint... Rosszul van tőled, ha nincs vendég, az a baj. Ha van vendég, az a baj, mert akkor sokat kell dolgozni. Ha délután kettőkor mész, akkor miért nem mentél ebédre? Ha három lángost viszel, miért nem viszel négyet? Ha csak 4 fok ágymasát kérsz, rohadjál meg, hogy nem kérsz rá a tejfölt, mert az 1200-ért tudom odaadni. Soha semmi nem jó. Tisztelet a kivételnek, ezt nem vettétek észre? Az nagyon fontos, hogy tisztelet a kivételnek, mert vannak kivételek is vannak, de... De amikor 11 órakor odamész, és már látod, hogy utál. Haver, hát ha itt vagyok, az a baj. Ha szar az idő, az a baj. Ha jó az idő, és jövök, ne kérjek, ne jöjjek, vagy azért utálsz. Hosszú a pénz. Hosszú a sor, azért is utálna, mert az meg látszódik, érted, hogy nem kezsbe hoztad. Sima lángos kérsz, az csak 800 vagy 1000-et, azért is utálsz. Kis sajtot nem akar rá! Nem tudsz olyat mondani, hogy ne legyen flagma, és ne utáljon. Még meleg is legyen! Érted? És én már bevetettem minden napszmeg, baseball sapka, ilyen nem vettem magának, mondtam, nem nekem szó, mert nem mindenki ismeri. Ezt látom, hogy nem szeretem, mondom, hol a baj? Itt az a baj, hogy megismeri, jó, felveszem a napszmeget, felveszem a baseball sapkát. Az a baj, hogy nem ismerek, akkor leveszem. Az a baj, hogy adok jatot, jó? Nem adok jatot. Az a baj, hogy nem adok jatot. Valami mindig és van. És azt látod, hogy van mindig valami baja. És azt mondta, hogy haver, ne utálj, hát én vagyok a vendég, jöttem 4 lángost megvenni 5200-ért, de hadd, legalább egy fél mosolyt küldjél, már itt vagyok 4 lángost, meg 2 darab ásványűző, 5200-t, hát azért nem vagyok spúr, de azért adta, érted, a hagymás tejfölös lángos, most már láttam 1200-ért is. Veszel 4-et, veszel 4 vizet, ott adsz egy 6-oskát, hát azért legalább mondja azt, hogy és még valamit, vagy igen, ízlik a lángos, vagy ne, örülünk, hogy itt van, és nem látod rajta, is, hogy herótja van tőled. Úgyhogy 2 hétről vége a szezonnak. Várjál, hát amikor látod az árát, hogy 1200 forint, nem is tettem, nem tettem soha szóval. 1200 forint egy lángosért, hát azért, azt csak megkóstolom már.
Nem? Hát azért tudom, akkor már, már kíváncsivá tesz, hogy mi a büdös franc kerül ezen 1200-ben. Azért ezt megkóstolom. Szombatos Jófokon az egyik büfé, és majdnem összeverekedett egy vendéggel. A többi vendég szedte szét őket. Hát azért az vagy túl keveset kért, vagy igen, túl sokat kért, vagy azt mondta, hogy most hány palacsinta van lesütve, 30, azt mind elvinném, és mondta, az átmászott a csapos, hogy azt nem viszed se, van még 8-an állunk sorba. Tehát mind Bubis volt, Savas! Bubis, Savas! Bubis, Savas! És verekedés. Hát semmi. Hát elmentünk. Ja, azt nem mondom el. Igen. Na hátul de, a fészerben. Igen. Egyszer a gyerekek bementek hosszan úszni, akkor elmentünk Mikivel. Igen, földobtam a huszkarnára. Kitesztál szét. Ja. Anyám azért nem találkozik velünk, mert Horvátország magyaráltunk, míg az emberek, míg a heringek feküdtek a Balcsinál, meg a Tiszatónál. Tegnap sétálgattam a Citadellánál, a lángos, aztán egy egyszerű és lángos 1000. Balaton ez 400 volt. Boglár Révfülöp. Hol ettél te lángos 400-ért? Ezt mondjuk én. Hol van Boglárod Citadella? Hol ettél 400-ért lángos? Olyan szinten fizettem 7-800-akat, meg 900-akat, és sima lángosra 1200-t, meg 1000-et a fokhagymás. Mondjuk ott nem sokat csókolóztunk utána. Ja, ezért hát mindenki eszik, akkor nincs volt baj. És még nem, mindig nem kérted rá azt a kilós reszelt sajtot, amit ilyen zacskóba hoznak, és az nem látod soha tehenet. Tehenet se látod, az valami savó. Valamiféle ipari hulladék, valamiféle vegyi hulladék. Valami kell megkösni, igen, de valamiféle, nem tudom, a tiszai vegyi kombinátból jön ki a cucc, amit rátesznek. Ezért sima 400-ért a Balcsi lángos, hát az, akkor az jó kör volt. Egy szállod, igen, ez nem ide vonatkozik. Na mindegy, de azért visszatérve eladni úgy, hogy medencére néző szoba, azért az kis. És az dupla, tehát dupla pénz. És tudod, hogyha lemész reklamálni, akkor nem az, hogy nézzük másikat, hanem az, hogy ki lehet csekkolni, mert négyen tényleg alszanak kis túlzásról a kocsiba, akik azonnal eladják a szobát. Tehát azért az élelmes magyar azért ezzel most azért nagyon szépen élt vissza. Úgy rángattak le mindenkiről 86 bört, hogy azért azt örök volt nézni. Kedves nézzen csak ki a parkolóba, látja ezt a páliót? 4 napja alszik. Látja, megállt. Igen? Na, 6 napja alszanak benne. Úgyhogy vagy bámulja azt a rohadt medencét, vagy szedi a sátrafát, eltakarodik, és szólunk a táliás családnak, hogy jöjjön a szobába. Örömmel fognak rá. De mennyit fizet érte a dupláját is? Látja azt a Warburgot? 20 év alszanak. Fenyvesen is 400, csak téged vertek át. Hol nyaraltam én, gyerekek? 400 a natúr. Hát ez valami titkos. Ezért mondtam, hogy nem kellett volna soha lejönnöd a Lidia Mertér. Egy nyomorult lágos miatt meg pláne. 400 a natúr, komolyan mondom. Hát lehet, hogy engem vertek 400 át. A natúr? Ráadásul. Hát az a 82 népliget. De az olyan natúr volt. Na jövünk mindjárt a hírek után, 8 óra van pontosan. Na folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel itt vagyunk. Hello, drága hallgatók, már is folytatjuk. Itt van Jani, itt van Feri, itt van mindenki, visszatérve a szabadságról, megbeszéltünk itt még egy-két élményt, emléket, árakat. Mindenki barnán, kívül mindenki Jani. Barnán. Igen. Igen, kőműves barna vagyok csak. Igen, abszolút. Voltál valamennyit napon, vagy kirándultál, de hogy... Igen, hosszú jóba kevesebbet bringázok mostanában, és ezért van egy kis színem. De hát, hogy körülbelül így ennyi. Igen. Ja, és még mielőtt valaki rákérdezne, mert ugye volt nekem egy ígéretem, még mielőtt elmentünk volna a szabadságra, hogy meg foglak vendégelni benneteket egy kis kisebb croissant mennyiséggel, talán lehet mondani, minden további nélkül, hogy a főváros legjobb croissantjosától hozok nektek majd egy kevés croissantjosától. A croissantjosától hozok majd nektek ezt, azt, amazt. Az ígéretet azt ugye teljesítettük. Abszolút. Itt volt az előbb a főnök, hozott nekünk 2-3 nagyon drága. Prémium mérségű croissant, nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik. Igen, nagyon drágák tényleg, és olyanokat hoztak, igen, hogy majd megörökítjük. Főleg a 2,5 kilós mortadellás szendvicset. Ajánlom, hogy kedves figyelmetekbe, amíg nagyon durva. Na, foglalkozunk egy kicsit szerintem a fehér orosz helyzettel. Azért ez egy érdekes dolog. Két hétig Szabin voltunk, és egy csomó minden történt. És hát azért ez most szerintem mindenkit foglalkoztat, mindenki olvassa a híreket. Egészen elképesztő és egészen megdöbbentő, ugye, hogy mi történik. Bár aki ismeri, nyilván vagy ismerte az elmúlt 20-25 évben az ország helyzetét, azért ezen nagyon nem lepődik meg. De ugye hát az elcsalt választások után, ahol hivatalos közlések szerint ugye 80%-ot szerzett a 26 éve hatalmon lévő Lukasenka, a
hirdetés után ugye tiltakozó megmozdulások, tüntetések, sztrájkok sorozata indult Fehér Oroszországban. Elképesztő mennyiségű ember az utcán, felemelő volt látni egyszerűen, tényleg szerintem mindenkit is a Szabi alatt azért ezt néztétek, követtétek. Közben hihetetlen rendőri brutalitás, közben kiengedett tüntetők, akikről már hírek vannak, hogy hogyan kínozták és verték össze őket a börtönben, de valami elképesztő ellenállás, és azt látod, hogy teljesen fegyvertelen, ártatlan emberek a sok évnyi elnyomás, és hát mondhatni tényleg valójában diktatúra után próbálnak kiállni azért, hogy valami változás legyen, és hol virágcsokorral, hol egyszer csak megölelve a rendőröket próbálják átállítani maguk mellé ugye a tüntetők a különböző karhatalmi egységeket. Én folyamatosan olvastam és követtem a híreket, hát egészen megdöbbentő. Tízezrek mentek egy szóra. Százezrek, tehát egy hihetetlen tömeg, és hát folyamatosan követve az eseményeket azért azt látod, hogy hol egyszer csak az van inkább, hogy leverik a tüntetéseket, és Lukasenko mégis valahogy hatalma maradt, hol azt gondolod, hogy napjai vannak hátra, és megpecsételődött a sorsa, és nagyon drukkolsz ennek, hogy ez az ország is azért megérdemelné, hogy valahogy ott ingázva az Oroszország és Nyugat között azért végre kivívja a függetlenségét, és valahogy megpróbáljon újra, vagy hát életében először valódi demokráciát fölépíteni és abban élni. Majd azt látod, hogy ma reggel, vagy talán tegnap emberünk megérkezett, kiszállt ugye a tüntetések közepette az egyik épület tetején egy helikopterből, amit sokáig találgattak, hogy vajon ki vagy mi érkezik a helikopterrel, és géppisztoly vagy gépfegyver volt Lukasenko a kezében, aminél nincs egyértelmű bizonyíték, mint hogy ez az ember képes és képes volt, és képes lesz a saját népek közé lövetni úgy, hogy úgy szállt ki a helikopterből. Ami egy egyértelmű erődemonstráció, igen. És a látszat demokráciából az egyértelmű katonai diktatúra felé való lépés. Hát mintha ez valakinek egyébként nem lett volna egyértelmű, de ott a fegyver a kezében. És teljesen egyértelműen jelzi ezzel, hogy itt nem a diplomácia, meg nem a tárgyalások eszközével akarja megoldani ezt a problémát, ahogy egyébként egy demokratikus országban meg kellene oldani a problémát, hanem igenis izomból, erőből, fegyverrel. Igen, lekapcsolt hírportálok, megkínzott, megvert emberek, közben néhány, ahogy mondtuk, átálló rendőr, akikkel most éppen nem tudom, hogy mi van. Láttátok azt a beszédet, amit a gyárában, vagy elment egy gyárba, és azt hitte, hogy majd ott támogatják, és még a gyári munkások, és az a réteg, aki elvileg ugye sokáig úgy érezte, hogy támogatja, kifütyülték, és elkergették, és megsértődött. Ez nagyon-nagyon tanulságos volt, hogy valójában mennyire veszthette már el a valósággal a kapcsolatát, meg a realitás érzéket, hogy ő azt hitte, hogy azt gondolja, ő azt gondolt, hogy ott még támogatják, vagy hogy ott még egy kicsit majd ő értőfülekre talál, kifütyülték, elzavarták, és azt mondta, hogy rendben van, lehet ezt csinálni, de akkor minden ellenzékit elkapunk, minden gyárat bezáratunk. Tehát nagyon durva, tényleg nagyon durva, ami ott történik. És ott hagyta ugye a beszédet, megsértődött, de láttad rajta, hogy a csávó valószínűleg már nem beszámítható, és már nem is érti, hogy mi történik. Ugyanakkor meg fantasztikus látni szerintem azt, hogy úgy, hogy ezek az emberek évtizedeken keresztül ebben a diktatúrában, ilyen légkörben, ilyen hangulatban éltek, tudták, hogy milyen következményekkel járhat az, hogyha kimennek az utcára, és kiállnak a jogaikért, hogy megpróbálják felemelni a szavukat azokért, akiket ők szeretnének látni azokban a tisztségekben, meg azokban a vezető pozíciókban, ahol ezek a diktátorok, illetve ezeknek a diktátoroknak a csinovnyikjaik tartózkodnak jelenleg. Szóval, hogy ezt látni, hogy 100 000 ember, vagy 100 000 számra mennek ki az emberek, és dacolnak ezzel a típusú brutalitással, az meg szerintem fantasztikus. Szerintetek egy ilyen apparátus meg lehetett csendesen dönteni? Tehát, hogy erőszak nélkül? Tehát ez már erőszak nélkül, vannak halottak, már vannak bebörtönzöttek, vannak megkínzottak. De az erről az oldalról van, de mondjuk ez a 100 000, sok 100 000 ember, aki kint van, mikor kell elindulni ahhoz, és nekik szerintem menni? Csendesen nem, mert ők nem csak maguk, tehát hogy azért is ez egy nagyon jó eszköz, mert itt már ugye a nemzetközi közvéleménynek a figyelmét is fel akarják hívni arra, hogy mi történik ebben az országban. Lehet, hogy őt, igen, de ilyenkor jön az, hogy mondjuk van egy nemzetközi, van egy közösség, ami adott esetben mondjuk különböző szankciókkal nyomást tud gyakorolni erre az emberre, erre az országra, erre az apparátusra. Nincsen nagyon az uniónak semmi a kezébe, azon kívül, hogy mindenki a saját pecsényt csütögetve hangoztatja azokat a közhelyeket, amikor tud, amit tud ilyenkor. A nyugati demokráciák, hogy eljeje, ez csúnya lesz, és szankcionáljuk, valójában mivel?
valójában nincs is fegyver a kezükben, mert nem tudják, mert inkább ugye az oroszoktól függ, meg az olcsó olajtól, tehát hogy nem hiszem, hogy tudnánk szankcionálni. Meg hát Putyin szerepe is azért ebben nagyon érdekes, hogy hagyja el, hogy egy melletted található országban egyszer csak a nép arra rájöjjön, hogy a szabad akaratomból és a demokráciából és tüntetésekkel valakit meg lehet dönteni, hogy támogatja, hogy hagyja, hogy most barát, nem barát. Hát Lukasenko azért elárulta őt egyébként. Szóval, hogy nem... Neki ez egy jó lehetőség majd bevonulni. Hát jó lehetőség bevonulni, de hogy ki, hogy megvédi? Vagy hogy hatalmon tartja? Vagy hogy talál egy új jelöltet, akit már ő jobban támogat? Vagy azt mondja, hogy senki ne avatkozzon bele, de hát beküldött nem tudom hány orosz titkosszolgálati embert, akik azért ott szépen intézkednek. Megint a hős szerepében tudsz majd tetszelegni, hogy tessék, volt egy ilyen helyzet ebben az országban, gyerekek. Te megoldottad. Jöttem és megoldottam. Hát itt két verzió van, vagy megdől, napokon belül eldől szerintem, vagy leverik és egyszerűen elfáradnak. És addig megy, amíg egyszerűen kifáradnak mindenkit, akit lehet bebörtönöznek, és onnantól kezdve tulajdonképpen ezek a tüntetések elhalnak. De nem akarnak, mert ma reggel is olvastad, hogy százezrek. Holott már hangszóróból szólítják fel őket, hogy ne vegyenek részt. Tehát szerintem keményedik közben a dolog. Tényleg nagyon érdekes. És hát megrázó, tehát nagyon sokat olvastam erről, nagyon sok összefüggése van a dolognak, kibogozhatatlan valójában, vagy szerintem nem teljesen egyértelmű, mert kicsit mindenkinek más a szerepe, meg mást hangsúlyoz ebben a dologban, de látva ezt a rengeteg embert, ezt a fajta összefogást, azért ez valahogy ad egy olyan öntudatot, hogy ezt nagyon-nagyon jó látni, hogy micsoda elnyomás lehetett ez, nem? És hogy kiállnak, és ártatlanokat visznek el, kínoznak meg, és nem érdekli őket, mennek is odaadja a rendőrnek a virágcsokrot. Tehát tényleg nagyon durva. Na, van egy kis segítségünk, itt van velünk Jámbor András, politikai blogger. Hello András, jó reggel, ciao. Sziasztok. Jó reggel, hello. Na, hát politikai bloggerként gondolom ezeket is most egy mondhatni izgalmas időszak, legalábbis a fehér orosz történet. Ugye nem biztos, hogy talán ez a jó szó, de azért ez egy... Hát hogy is mondjam, neked mi a tippet, hogy végződik ez, vagy hogy végződhet? Lesz itt... Hallgattalak titeket eddig, és nagyjából nekem is az a tippem, hogy fogalmam sincsen, hogy fog ez végződni, de hogy nekem is a múlt hét közepén úgy tűnt, hogy ez az egész ki fog fulladni. Tehát a különböző sztrájkoló gyárakban elkezdték elvinni a sztrájk szervező embereket, egy kicsit kevesebb sztrájk lett, napközbeni tüntetések és ilyen pár százra csökkentek, és aztán jött a tegnapi tüntetés, ahol megint legalább 100 000 ember volt Minszk utcáin, és még ilyen Debrecen méretű városokban is 10 000-es tüntetések voltak. Miközben Lukasenko megérkezett gépfegyverrel. Azért az, igen. Mindenképpen egyfajta erődemonstráció helikopterrel, ugye? És a 15 éves fiát beöltöztetve full katonai cuccba, mint hogyha ő a testőre lenne kb. Ja, és azt, nagyjából azt üvöltözte, hogy így, hol vannak ezek, hol vannak, jöjjenek csak, nem tudom. És amikor meg elmentek a tüntetők, akkor közölte az állami hírügynökség, hogy hát úgy tűnik megfutamodtak Lukasenko elől a tüntetők, miközben igazából csak átvonultak egy másik térre. De hogy valójában úgy azt látom, hogy nemzetközi fronton nem is nagyon tud történni, meg nem is történik semmi. Tehát a nyugati demokráciák pufogtatják azokat a közhelyeket, hogy már pedig ez fontos, és álljunk ki, és szankciók, nincsenek valódi szankciók. Putyin sütögeti szintén a saját pecsényét, ki tudja, hogy éppen melyiket, de közben ezek az emberek ott magukra vannak hagyva. Tehát ez nekik kell eldönteni, mint egyfajta belügy, nem? Külső segítségét nem nagyon tud lenni. Hát volt is erről ma reggel egy a Tut.by nevű helyi fehér orosz oldalon egy publicisztika, hogy nem is örülnének nagyon annak, hogyha bárki is ebbe beavatkozna se nyugati, se keleti részről. Egyébként még a kínaiak is nagyon nagy tőke koncentrációval jelen vannak az országban. Alapvetően egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk az korábbi ilyen ukrajnai tüntetésekkel ellentétben, amikor ott szintén egy ilyen erős Putyin ellenes dolog megjelent, Most itt semmilyen nyugati típusú demokráciát követelő hang nincs ezekben a tüntetésekben. Múlt héten volt egy olyan pillanat, amikor valaki kivitt egy EU-zászlót a tüntetésre, és gyakorlatilag kitépték a kezéből, hogy az idegen hatalomnak a jelképét vigye innen. És az utcai megszólalók is azt mondják, hogy ők igazából se a nyugatot nem akarják, se az oroszokhoz nem akarnak jobban csatlakozni, ők azt szeretnék, hogyha kiderülne az igazság, és abba hagyná a diktátora hazudozást. Vagyis legalábbis ő valamikor beígérte a szavazatok újra számlálását, ugye? Aztán ebből nem lett semmi, de hogy felajánlotta az ellenzéknek talán, hogy újra számolják majd ezeket a szavazatokat. Igen, hatalommegosztást is ígért, ami nem derült ki, hogy egyébként valójában micsoda, egyébként az nagyon érdekes volt, hogy amikor ezeket bejelenti, azok általában a nyugati sajtóba előbb jutnak el, mint a belföldi sajtóterméket lehozzák. Hát és ugye itt van Putyin szerepe azért, az egy kérdés, hogy egy szomszédos országban ugye a belorusz népe példát mutat, akár Oroszországnak is, hogy így békésen, de le lehet váltani egy diktátort, azért ez nem tudom, hogy mennyire hagyhatja ezt, nem? Vagy mennyire lehet ez egy emblematikus esemény, hogy ezt mondjuk Putyin megengedje. Hogy egy szomszédos országban ezt csak megdöntenek, hogy ebből az orosz nép mondjuk nehogy erőre kapjon. Tehát most kicsit mindenki a saját pecsényét sütögeti, úgy tűnik.
Igen, igen. Ez főleg, hogy egy múlt heti közvénykutatás szerint az oroszok 78%-a követi a fehér orosz eseményeket, és ebből 18% nagyon aktívan. És az elején teljesen meglepő módon az orosz média az ilyen, mint hogyha a sajtószabadság mekkája lenne, vitatkoztak a különböző Putyin által kontrollált oldalak egymással, hogy akkor itt mi a helyes, mi a jó, és nagyjából múlt hét végén történt az, hogy így egybezárt az orosz belföldi média, és azt kellették mondani, hogy ez egy ilyen színes forradalom, a lengyelek bújtják föl, igazából itt meg akarják pucsolni szegény Lukasenkát. Közben viszont a háttérben ugye az van, hogy készült egy ilyen uniós együttműködés Fehér Oroszország és Oroszország között, aminek az lett volna a végcélja, hogy a Putyin gyakorlatilag ennek az uniónak az elnöke lesz, a Lukasenka meg az országgyűlésnek, ennek az uniónak az országgyűlésének az elnöke. Amit a Lukasenka annyira nem akart, mert hogy ki a fene akarna 26 év diktatúra után beülni egy országgyűlés elnöki pozícióba. De végül ettől emiatt el is rájtek, és igazából a fehér oroszok sem nagyon támogatják azt, hogy szorosabban közeledjenek az oroszok fölé. És ami szerintem érdekes lesz, hogy rá tudják az oroszok kényszeríteni Lukasenkát, hogy a segítséget cserébe mondjuk ők közeledjenek, vagy fordított oldalról az van, hogy esetleg a tüntetők valahogy, hiszen ők se orosz ellenesek, tudnak megegyezni a Putyinékkal. Hát jelen pillanatban érted, óriási tárgyások mindenütt, egy dolog nem fontos, hogy a nép mit akar. Hát ugye? A nép mit akar, de a népnek aztán valahogy döntenie kell, hogy valahogy csatlakoznia kell. Tehát balról a nyugat, jobbról Oroszország, hát azért ezt tudjuk, hogy ez nem egy könnyű helyzet azért geopolitikailag sem, hogy akkor most valamit választod kell, ez a semleges maradok, senki nem, csak mi. Ez igazából nem fog függni. Tehát ez az oroszok mellett semleges maradok. Igen, de ráadásul Putyin nem annyira szereti Lukasenkát, tehát Lukasenka azért többször hátba támadta, vagy tárgyalt a norvégokkal olajügyben, amire mondta azért neki valószínűleg, Szása, nem volt annyira jó ötlet azért, hogy nem a mi olcsó olajunkat adott-e drágán tovább, hanem megpróbálsz itt függetlenedni és a norvégokkal tárgyalni. Tehát ő azért többször érezhette azt, hogy ez a kis diktátor őt cserbe hagyta. Tehát nem biztos, hogy a szíve csücske, nem? Hát mert a Lukasen, tehát a Fehér Oroszország gazdaság az nagy mértékben attól függött, hogy piaci áron adták el nekik az oroszok a gázt. Gyakorlatilag addig a 2020 februárjáig, ameddig ezek a tárgyalások meg nem rekedtek, és ezt a gázterémként a fejéröszok tovább értékesítették nyugatra. Drágában, igen. És hogy mivel ez megszűnt, azért ez is egy kicsit roppantott a gazdaságon, plusz ugye a koronavírust is elég jól kezelte Lukasenka, azt mondta, hogy traktorozni kell, és akkor nem lesz gond a koronavírussal, ami nem, szerintem én nem vagyok orvos, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb gyógymódszer. Traktorozni, elhagyta elszabadulni, igen. És szerintem mi lett volna, mondjuk azt mondja, hogy 55%? Tehát, hogyha nem azt hazudja, hogy 80, hanem mondjuk 55, mert itt sok olyan elemzést lehetett olvasni, hogyha kicsit szerényebb lett volna, és azt mondtam volna, hogy igen, nyertünk épp hogy csak, akkor talán nincs ez. Csak ez a megint 80%-os hazudás ezzel telt be a pohár, vagy ez is hozzájárult. Hát egyrészt a 80%-ot be kell mondani, mert ez a rendszer logikája, és ezt meg be kell mondani, mert hogy akkor gyengül. Tehát az előző váltás... Ja, mert hogy mindig 80 volt, mindig 80 volt. Hát 75 és 80 között ingázott. Tehát hogyha most bemondja, hogy 55, tehát akkor látják az emberek, hogy itt valami gyengesség van, annál jobban jár, mint hogyha megpróbálja szó szerint végigverni ezt a 80%-os eredményt. És szerinted durvulni fog a helyzet? Kitartanak a tüntetők? Hát ami nagyon érdekes volt, egyrészt visszautalva arra, hogy alapvetően itt az ellenzék, az így nem létezik. Tehát, hogy itt különböző ilyen csoportok vannak, amik nem rendelkeznek maguk szervezettel, meg hatalommal. Tehát, hogy maga az elnök jelölt nő is egy lényegében nem túl erőszereplője ennek a csatának. Hát, mert őnek ellenzéki a férje, akit bebörtönöztek, nem? Tehát igen, ő, mint egy feleség lépett előre tulajdonképpen, aztán kimenekítették az országból. Igen, egy sima youtuber az, aki indult volna, aki egyébként nem is volt a legerősebb jelölt. Aztán bebörtönözték, és akkor a felesége beállt a helyére. Uh-huh. Hát az a kérdés, hogy a sztrájkok hogy tartanak ki a következő napokban, tehát hogy ugye van a helyi bányavállalat, aminek a 10 tagú sztrájkbizottságában már 4 embert lecsuktak, vagy meggyőzték arról, hogy Ukrajnában jobb újra kezdeni az életet, esetleg, hogy csak szimplán van olyan vissza a dologtól. Az egy nagyon nagy kérdés, mert ezek a sztrájkok, amik igazából erőt tudnak mutatni a rendszerrel szemben, és tényleg konkrét kárt okozni. Tehát, hogy fejlődött az gazdaság, eddig sem volt jó bőrben, de most már nagyon nincsen jó bőrben. Múlt héten voltak arról hírek, hogy elfogyott konkrétan a dollár, mint pénz az országban, és hogy akik akartak venni, azok nem tudnak. Nagyon-nagyon erősen elkezdett bedőlni a fehér orosz valuta értéke is, meg azok a külföldi tőkebefektetők, akik vannak, mert ugye ez gyakorlatilag Fehér Oroszország még a Szovjetunió
kvázi utódállama, nincsen állami tulajdonban vannak a cégek, nagyon kevés magánbefektetőn kívül, és az a nagyon kevés magánbefektető is azt mondta, hogy ha a Lukasenko marad, akkor ők mennek igazából. Hmm. De az sosem jó jel, ha gépfegyverrel a kezedben akarod bizonyítani 80%-ot, nem? Szóval, hogy ez nem egy tud lenni, meggyőző de... tud lenni, de hogy valójában közben, nem tudom, úgy tűnik, mintha teljesen elvesztette volna a valósággal a kapcsolatát. Tehát, hogy egy ilyen kétségbe esett diktátor, láttunk már ilyet, ugye, aki még a nép előtt szónokolt, aztán tudjuk, mi lett a sorsa 89-ben, ugye, szinte helikopterrel menekítették, helikopterezett egyet, még kiállt a nép elé, mert azt hitte, hogy hát itt még van szava, és esetleg szerez majd szimpatizánsokat, aztán ugye tudjuk, hogy mi lett a vége a romániai történetnek. Nem mintha értek át lenne, vagy hogy komoly könnyeket ulajtana az ember, de hogy van valami érdekes párhuzam, amiben az egész helikopter és nép elé kiállók elzavar a név, kifütyülnek történetben, aztán lehet, hogy nem így végződik, de hát én esetleg nagyon kíváncsi vagyok. Ezzel mit akarhat üzenni? Erődemonstráció ez, hogy kiszállok egy helikopterből egy gépfegyverrel? A gyerekemmel, aki nem 10 éves, ott jön mellettem? 15, de lényegtelen. Szerintem egyrészt erőt akar üzenni, másrészt pedig az a kérdés, nyilván minden ilyen helyzetben az az egyik kérdés, hogy az erőszakszervezetekben lesz-e valami eltállás. És hogy szerintem ő azt akarta üzenni, hogy én is olyan vagyok, mint ti vagytok, én is harcolni fogok, egy vagyok közületek, tehát hogy amikor kiment, akkor a végén a rohamrendőrök közé, és akkor megtapsoltatta magát, és mondta nekik, hogy én nem hagylak titeket cserben. Hát nem a tüntetőknek demonstrált, hanem azoknak, akik gyakorlatilag az ő oldalukon áll. Hát, hogy nehogy átálljon, hát, ugye, mert ott van az igazi, ha az átállnak a rendőrök, a katonaság is, még leteszi a fegyvert, vagy a tüntetők oldalára, akkor tulajdonképpen vége van a történetem. Igen, amikor a rohamrendőrök közé megy, akkor úgy öltözködik, mint a rohamrendőrök, amikor mondjuk egy hadgyakorlatra, akkor meg katonának öltözködik. Tehát, hogy ő sem nagyon tudja. Gondolom, amikor a tűzoltók közé megy, tűzoltónak öltözködik, a vadak. De már amikor katona volt, vagy nem is tudott lenni, mert kiderült, hogy ilyen disszociatív személyiségzavara van, meg pszichopata, meg egy csomó minden már kijött róla. Tehát, hogy valójában azért ez így egy pszichés problémái vannak. Érdekes a történet. Hát meglátjuk, minden esetre azért ez egészen szívszorító, ami történik. Tehát, amikor ezt látod, hogy ennyi ártatlan ember így összekapaszkodva, ilyen bátran így áll ki, és így néz szembe gépfegyverekkel, erőszakot alkalmazó karhatalmistákkal, az valami egészen elképesztő, de közben nagyon bátorító, meg nagyon lelkesítő, meg jó ilyet látni. Nem? Hogy azért ennek így van ereje, meg lehet ereje. András, nagyon köszönjük neked, lehet, hogy hívunk még, ha itt vannak új fejlemények, hogy segítettél nekünk sokat. Köszönjük szépen. Nem, hogy azért ebben van valami egészen felemelő, hogy nagyon tud az ember rukkolni. Nem? Hogy egyre kevesebb ilyen állam van már a környezetünkben, ennek is azért... Igen. Tudunk örülni. Hát, reméljük. Igen. 8:30 pontosan egy perccel jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan 3 perc. Szóval az M7-es Balaton felé a Tárnoki pihenőnél, 23-as körnél 3 autó összeütközött, már most másfél kilométeres a sor. 52-es úton teljes útzár, baleset miatt szép napot nektek. Ezt Anett küldte nekünk, köszönjük szépen. Milyen időnk lesz, Ferenc? 30 fok. Nem áll egy rossz idő most. Nem lesz egy kis felhősödés. Uh-huh. Eltűnik, és ezen a héten végig nyár. Tök szép idő lesz végig. Nem, most már legyen rossz idő. Visszaköltöztünk, Pesten vagyunk. Most ne nyaraljon már senki. Most már menjen mindenki dolgozni. Robban az utószezon. Még mindig kezdődjön el az iskola, amíg lehet. Tanuljanak az a dolguk. Nem gyűn a járvány. Az a gyűnöi árványok úgy is bezárják, úgyhogy... Azért addig nyaraljunk, míg nem gyűn, ha majd gyűn... Most már nem tudunk nyaralni, hát sajnos már nincs komoly szabadságunk. Na jó, megtámogatjuk a jó időt akkor. Az időjárás jelentést és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Nekem jó a kevésbé komoly szabadság is, amúgy csak mondom. Na, viszont ami nagyon fontos egyébként, hogy 7-től, ne felejtsétek el, szeptember 7-től országjárásra indulunk, és így van. És te is jössz. Gyunakovid? Én is megy. Gyunakovid? Kaposvár, Szeged, Nyíregyháza, Miskolc. Ezek lesznek az állomások. Nem lesz változás, te eddig se jötték ki a stúdióból, érted? Micsoda, odaadtam magam a népnek, imádtattam magam, fotózkodtam. Én elterelem a Covid figyelmét. Beugrom. Igen, beugrom. Te mindig megtalálod neki a tömegben a koronát, elbeszélgetsz vele. Van. Én pedig addig népszerűsködöm a tömegben. Autogromkártyát.
Megígérem, hogy Balázs is aláírja majd, és akkor ezzel lefegyverzem a Covidot. De most azért, most minden, azért a foci meccsek zárt kapuk mögött zajlanak, tisztelt a kivételnek, jó nálam. Na de mondjuk a tenisz meccsek is, például US Open zajlik, vagy nem, most még Cincinnati talán ezeres torna zárt kapuk mögött. Hát most így senki nem érintkezik senkivel, majd lesz egy ilyen átadás, átvételi pont így köztünk és az üveg stúdió között, átadjuk a játékokat, vagy a játékosokat, velük ott lejátszuk a kis szponzorált játékainkat, és utána... Nyilván ezek a biztonsági előírások, ezek nálunk is be lesznek tartva, 500 alatt leszünk egyértelműen, és talán kevesebb ölelkezős, csokorozós, az talán viszünk nem is volt annyira, legalábbis publikus. Igen, vagy fertőtlenít össze, hát az természetesen lesz, és én is úgy fogom szórni az ajándékokat a színpadról, hogy ott lesz rajtam a kis egyszer használatos gumikesztyű. Maszkba és gumikesztyűben leszel kint, tényleg? Így van, Rádió 1-es maszkban. Rádió 1-es maszkban és Rádió 1-es gumikesztyűben. Így van, egy fekete gumikesztyűben. Majd előveszed a Rádió 1-es vazelint. Sopron kapos. A helyszínek jók egyébként, Szeged, Nyíregyháza, Miskolc. Tökéletes, tökéletes. És ez most egy igazi országjárás, hál' Istennek, nem úgy, ahogy... Mindig rommá szivatjuk magunkat. Ez is kemény lesz, csak... Hát ez nem lesz gyenge. Egy laza 1500 már számolok. Hát a Szeged Nyíregyházától se azért... Attól se vagy boldog így elsőre. Leszek boldog, de ma, tehát az állomások azok szenzációsak. Tök jó lesz. Az a Gyuna járvány, akkor mi lesz? Semmi, nem. Az elemezőleg, ha megyünk mindig. Balról jön a gyárvány, akkor jobbra megyünk. Kicselezzük. Mindig más helyszín mondunk, de a hallgatók tudni fogják, hol vagyunk, viszont a járvány nem fogja tudni. Sose ér minket utó. Mindig máshol lesz. Jani négyre kimegy a térre, fölfújja a köröket mindenkinek egyesével, másfél méteres távolságban, és ott fogtok így állni. Pontosan így van. Hát ugye, a strandon nagyjából egy Ute Fradi volt a hétvégén, tehát hogy azért itt nem csak mindenki a foci meccseket szapulja, hogy az miért lehet, hát azért néhány, tehát menj el Zamárdiba, az Aldiba, szombaton reggel 9 órakor. Az nagyjából felére strandfesztiválon, csak mondom. Tehát ott 10-12 ezer ember verekszik az utolsó magvas bagettért. Láttam tehát, hogy... fotókat egy-két ilyen. Azért azt szerintem sokan fesztiváloztunk egyszerre, mikor bemész, azt szed fény 8-kor korán van, és már tudod, hogy csak a romok maradnak, mert azt már a siserehad lerabolta. Már a parkolóban látod, hogy baj van. Ülős koncertekről, hát mi a különbség? Semmi. Tehát, hogy ezt most állnak vagy ülnek egymás mellett, pontosan semmi a különbség. Azt mondja, hogy azért vigyázzunk, hogy Kaposváron nehogy feltámadjon a szél. Hoppá! Kaposváron feltámad a szél. Ugye? Kaposváron van a helyi vendégünk. Hát a mester csak kilátogat azért. Persze, csak megnézi. Hát azért csak szólunk Dögös Robinak, nem? Ott is egy konnektor. Azért, na, hát azért egy darra csak megtisztel bennünket a mester, ha elmegyünk, azért valami hosszabbítót találunk. Hát persze. De ugye a Kapus ügyesen megcsinálta ezt. Szóval, komolyan mondom. Na, én megnéztem. Fájt a szívem. Megnéztem a fotókat. És... Leválasztottak egy fél stadiont, leültették az óalaknak a felső részébe, amit a 3000 embert, felállították a színpadot a focipályára, és azt mondták, hogy nesze nektek ülőkoncert. És megcsinálták. Majkától kezdve, hát azt tudtuk ugye, hogy lesz. Igen. Pedig itt volt nálunk a magos ilyen keresztül, mindenki ott volt. És ült 5000 ember, 3000 nem tudom mennyi, és azt mondták, hogy ülött, lehet, és tökéletes megcsinálták, és azt mondták, hogy legyen, és a stadionban megcsinálták a Campus Fesztivált. Kicsit irigykedtem, hogy közben egy strand elmarad, meg egy csomó minden. Tessék? Bevonulás, kivonulás, hát én nem vagyok korona ellenőr, én nem voltam ott. De eszembe jutott, hogy mennyit kampányoltunk az apostol ellen meg. Illetve nem is kampányoltunk, csak mennyit emlegettük őket. Mondtuk, erre látod. De hát kihasználták azt, amit elvileg lehet. Ülőrendezvény, nem állsz föl, erre a törvény most lehetőséget ad. Gyönyörűen megcsinálták, talán még zajlanak is, tehát hogy ez még mindig megy. Az apostol meg bent ült a próbateremben, nézegetik a képeket. És így arról volt, most mi meg miért nem. Szóval volt. Nagy koncert. Holnap akkor indítsuk el, holnap kezdődne az EFOT nálunk, Velencén, vagy holnap után. Ilyen mozgó kis színpadokkal, körszínpaddal lehetne menni. És ráadásul az apostolosok még védettebbek is, mert ugye sokkal nagyobb a távolság a kerekek miatt. De hülye vagy. De rohadék vagy. Na végre úgy történt vissza Szabiro, hogy nem velem lesz tele a sajt, hogy megint mondtam valamint. Az a baj, ezt meg ugye nem írják meg, hogy még jobban leöregeszted az egyébként öreg apostolrajongókat. Székesek. Jaj, olyan jó dolgot láttam, képzeljétek el, ugye sokszor hiányolják a magyar... Elől-hátul jó volt? Fölül-alul, mindenhol. Igen. Nem ugye, hogy nem tudsz elmenni egy jó ízűt vécére Budapesten, mert sok-sokszor... Miért nem lepődtem? Nem, semmi valódi szalásra kapcsolatos téma. Ígértem, az első nap nem robbantok be ilyet. Csak láttam egy japán installációt, és nagyon tetszett a dolog, és ez elképzeltem a Bla Luisa téren. Ez arról szól, hogy van egy japán designer csávó, aki egy ilyen forma tervező, nagyon progresszív egyébként. És megálmodott olyan budikat Japánban, már le is, ezek egy nyilvános vécék, új generációs nyilvános vécék, ami arról szól, hogy tök átlátszó, amikor nincs bent senki.
úgy kell elképzelni, mint egy konténert, de a konténernek átlátszó az üveg. És irigykedve néztem őket, hogy hogyan el tudnék képzelni néhány telefosott toj-toj WC helyet, hogy mondjuk Budapesten vagy nagyvárosokban normálisan, kultúráltan el tudjál menni WC-re. De amikor benn vagy, arról akkor szól, meg... Igen, arról szól a történet, hogy abban a pillanatban, ahogy te bemész a WC-re, abban a pillanatban, hát ezek ilyen fóliázott üvegek, de hogy elsötétednek, vagyis hát tulajdonképpen ilyen dizájn nyilvános WC-k, amik bemattulnak. Egyetlen dolgot kérek, de tényleg, hogy ezt Magyarországon szerelik össze, akkor tényleg olvassák majd el azt a használt utasítást normálisan. Ne az legyen, hogy kirakják itt a Széll Kálmán téren, és mindenki majd azt nézi, hogy bemenni. Ennek van a japán verziója. Igen. A és magyar verzió pont fordítva rakják fel. Elképzeltem, hogy hogyan valósulna ez meg a magyar történetben, de akkor ezt mindjárt megnézzük. Csak hogy miről szól a japán történet. Ugye egyrészt inspirál arra, hogy te tisztán hagyd ott a WC-t, igen, hiszen ahogy kilépsz, újra látható, hogy milyen a budi. Kettő, úgy van megcsinálva a fólia, és úgy van megcsinálva az egész WC, hogy az ajtón is átlátsz, de a WC mögött is átlátsz, és a fák elé rakod, akkor teljesen jól beleolvadnak gyönyörűen a környezetbe, és úgy néznek ki, mint ilyen kis dizájnelt konténerek, amikben éppen van egy fürdőszoba, vagy egy mosdó. És ugye azt sem tudod megtenni, hogy WC-papírral a sarkadon összepisilve, kakilva, romokba hagydott a WC-t, ugyanis ha valaki bemegy utánad, meg ahogy kilépsz már ott mondjuk a Moszkva téren közlekedő tömeg, látja, hogy te mit csináltál azzal a budival, és hogy szentségtelenítetted meg. Nyilván a japánok kicsit rendszeretőbbek, precízebbek, kézivezéreltebbek, tehát náluk azért ez egy ilyen érzékenyebb történet. Meg és hát ahogy az... belépsz, abban a pillanatban az az üveg elsötétedik. Tehát te is tudsz nyugodtan pisilni, meglátják kívülről, hogy foglalt, nem fogják rátörni az ajtót. Ez nagyon tetszik, szimpatikus, nagyon jó. Ez a kicsit Fehér Balázsos gyermeki naivitás és rácsodálkozás, és ez a hit és a bizalom az emberekben, hogy majd nálunk, mert hogy arra fog majd késztetni minket, hogy rend legyen. Majd csak nézd meg majd az M1-es mellett a sasfészek pihenőt, hogyha hát majd... Megálltam. Majd három hét... órát jöttem tegnap, hallottam, nekem mondod. Egy hét hát... után majd nézd meg, hogy fognak készíteni. Kit fog zavarni, szerintem az ugye zárt. Se, ugyanúgy fogja. Sose felejtem el, megnyitották a Budapest Kecskemét autópályát. 80-as, 90-es évek, M5-ös, és felszereltek, gyönyörű WC-k voltak, tudod, nem volt benzinkút, nem volt semmi, ez a klasszik pihenőhely, ahova megállsz elszínni egy cigit, pisilni, akármicsoda. És szenzoros volt a, hogy hívják, a piszoárnak a lehúzója. Az mit jelent? Látta, hogy elrakod a pöcsödet, és akkor... Ne, hát tudod, az öblítése. A címzár hangjára. Megnyitották, aznap még jöttünk, föl megálltunk ott, megnéztük, pisiltünk, óriási, és kettő nappal később újra jönnünk kellett Pesten, megvoltunk, és már csak azt láttad, hogy a csavarhúzóval kifeszítve, igen, maga a két szenzor, amit nem tudsz önmagában használni. Átutazó törökök. Jó lesz ez még valamire. Persze. De miért egyébként elmész pisilni nyilvános WC-ben, mindig van nád egy csavarhúzó? Vagy visszament a szenzorért? Az öcsém, a kocsiba csak van. Szimplán egy magyar jelenségről volt, szóval nem fizették ki az alakúzót, és ez is patintottak ki. Oké, de hogy néznek ki ez a japán WC a magyar valóságban? Ugye mi történik? Néznek, nekem azért tetszik ez a hír, mert látni kell, de próbálom plastikusan elmagyarázni, hogy minden hallgató értse. A üveg középen, az nálunk nem csak középen lenne, hanem a két szélen lenne egy hét után sárga az üveg. Gyönyörű az egész, tehát ilyen kis varázsdobozok, egy kis ékszerdobozok, amiket, és abban a pillanatban, hogy visszatérve a WC-re, záródik az ajtó, egy mozdulat alatt hirtelen nem látsz át az üvegen, egy ilyen fehér köd, vannak ezek a ködös üvegek, ugye nem tudom, hogy mondják. Tejüveggé válik, és villog, tehát tud, ahogy kilépsz, akkor ugye meglátod, ahogy belépsz, abban eltűnik. És ha átlátszol, látod, hogy egyébként szabad is. Hogy szabad, tehát nem és hogy milyen állapotban van. Nézegetni, hogy piros, vagy zöld, vagy ez most mi? Oké, Moszkva tér, vagy Blaha Lujza tér, tessék, lerakunk egy ilyen WC-t. Egyrészt az összeszerelésnél ugye a fordítva rakják be, te bent gittelsz, és mindenki látod, hogy lát a Népszínház utcában, hogy ülsz a budin, és próbál nagyon mosolyogni, vagy miből veszed észre, hogy rosszul rakták össze az üveget? Például abból, hogy az érzékel, mivel hogy már az ajtó és a küszöb között már van egy csomó csík, meg néhány energiaitalos doboz, nem záródik normálisan, tehát te bemész, és úgy kúlsz be, hogy azt gondolod, hogy egyébként kívülről nem lát senki, még ez pedig kívülről meg ott mozog és röhög rajtad az egész Széll Kálmán tér. De hogy vagy azt hiszed, hogy tényleg működik a, hogy hívják, igen, és közben pattintod le te is a csempét, ja, igen, a és már a zsebre, amit csak lehet. Nézd már, milyen jó csaptál, Csai,
Hát, de ugye érzitek, hogy nincs Budapesten nagyon. Tehát normális, közszeleten elhelyezett, tiszta kultúrát, vagy alakulnak, de hogy azért ez egy nagyon nagy hiány, és erre éreztek rá egyébként Tokióban is. Hogy ezt valahogy belevarázsolod a városképbe, akkor ebből egy nagyon jól használható, nagyon klassz dolgot lehet úgy, hogy legyen kedved elmenni. A halászbásja mellett, azt mondja, hogy a halászbásja alatt pontosabban ott a Hilton mellett van egy ilyen. És most volt szerencsém, hát nem volt annyira szerencsém. Nem, egy ilyen francokat, nem, mert a hagyományos WC, nem tudom, még néztem egyébként, hogy kinek szokták ezt mondani, hogy kihez tartozik ez. Na, mindegy, szóval ki az üzemeltetője. Na, és a lényeg, hogy hát rám jött egy kicsit a szapora, valamelyik nap, amikor feltekertem ugye a várhoz, és hát szerettem volna bemenni. Volt nálam apró pénz is, tele volt az egész apróval már, tehát ahogy szokott lenni, az ajtó nyithatatlan volt, de azért ki volt írva, hogy kamerámmal megfigyel terület, tehát még mögé se tudtam szaladni. Kedved lett volna rá. Jó, és ez már az, amikor dobod be az aprót, és már nagyon toporzékolsz, kicsit ver a víz, és tudod, hogy kettő perc már nagyon jó lesz. Az ami erről nincs menekvés, az vagy befosol, vagy találsz egy vécét. Hogy már 20 perccel kiállva nyerekből tekertem. Nem, akkor rá kell ülni. Akkor a dugó a nyerek, ülj vissza. Nem, szétnyomja a farpofát, az csak elindul. Júj. És ahogy ülök, a zingert öröktön úgy érzi magát a szervezetem, hogy már ott vagyok, ahol és kell. És tudod, hogy van egy ilyen, hogy a reflexből, amikor már érzed, hogy közel a cél, akkor még gyorsabban elkezd. Tehát, hogy akkor jön az igazi görcs, mert már tudja a szervezetet, hogy nem sokára, megvan a megváltás. Vége elereztem, nincsen. Úgyhogy ezt nem tudom tartani. És ott álltál gyömöző homlokkal? Ott álltam, és próbáltam belegyömöszölni, és már nem tudtam. És utána jött a picit az volt, hogy eltelt a figyelmem, hogy nem kiszedni. Amit bedobtál, vagy az összeset? Nem, ami, az ő ami benne van volt. Ami benne, az egész tele volt. A kutya mert nem úgy nyílik az ajtó, hogyha bedobod a százast, akkor nyílik az ajtó. Vagy 200-at, azt hiszem, 200 forinttal ment, bedobod, és akkor szépen nyílik az ajtó, bemész, elvégzed a dolgod. Halászbástya. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valami külváros, ilyen. Vagy mit tudom, egy metró megálló, vagy akármi, halászbástya. Hát de miért nem tekertél tovább, és mondhatod, hogy elnök úr, bocsánat, tudom. Ott megyek már egy kicsit. Elnök úr, János! Na, igen. Jancsi! Én is, Jancsi, te is! Na, ezt a szállj, elnök úr! Én is, János, te is, János! Igen! Kérdem, hogy a hangra szállodok, vagy... Már megszakadok, hogy a papír nem kell! Mit akarsz itt egész büdös Lipsi? Engedjenek be, mindent megbánom. Én nem mondtam semmit, az a Balázs volt. Ő sokkal nagyobb liberális, mint én. Most már fogok engedni be. Még egyszer nem fogok trollkodni, állnéval az oldalán, Viktor úr. Tehát akkor csak kicsit kellett volna tovább tekerned, érted? Jól áll az a drága szakú is. Sosem volt bajom a bajusza. Gyönyörű a bajusza. Te nem így kakáris, mert jött lerakadt, csak írsz, hogy rakadj rám le. Hülye vagy, hát ja. Azt nem kellett volna kihagynod. Sok beengedt. Bocsánat. És ott a előkúri kormány. Ez az én pénzemből is épül. Ajaj, hogy az a sító. Mogolc János. Mogolc János. Mogolc János. Kakilgatták. Hallottam, mit mondott a bajszobról. A kis pödre bajszobról. Igen, láttam a kis posztját a szilveszterét. Engem gúnyolt vele. Akkor ma maga aláfosít. Gyerem. Hát akkor miért nem mentél tovább? Lett volna egy fejedelmi, lett volna egy igaz, hát beengednek. Hát érted? És itt így hopogtattam volna. Hát persze, valamelyik ablak csak megnyílik. Van az őrület, amikor már azt mondod, hogy vagy bejutsz valahova, vagy vége van. A Széchenyi könyvtárnál vannak melósoknak toj-tojok lerak. Oda nem, oda? Az be van zárva. De halló, az a kislakatos, oda nem tudsz bemenni. A kislakatos. De hol oldódott meg végül? Mondd, hogy nem az izé, a Jamie Oliver étterem elé. Mert arra sokat járok. Az a durvágy, tudod, hol oldódott meg? A Nyugatinál. Odaig leteke. Sose tekerti még olyan gyorsan. Így van, de miért a Nyugatinál? Miért a Nyugatinál van egy kedves nyilvános vécében? De mentem a Mekibe. Igen. Ott intézte, persze, hát nem tudtam máshol. Hát és az kódos. De akkor mire beértél addigra? Bocsánat, elnézést, még venni kell egy sárból. Igen. Tehát amikor már nincs menekvés. Már nem számít, hogy vadoljani, már semmi nem számít. Már csak egy vagy a sok közül bemész, és te bőd. Mindjárt érte jövök! Kettő darab emberség! Egy nagy buri! És egy pigymás! Mondd, hogy mi a kód! Csak és kuki kettő! Persze szarabb meg, amit és, és letekersz a nyugatihoz, tudod, és egy kicsi kínai egy fényképezővel a nyakába éppen bemegy előtted. És ott dobod a zsetont, mondja, hogy a cetli, és ott összeszarod. Elnézést, két fotót. De miért?
ezt hogy érted? Hát, és milyen hosszú utat nem tettél meg? Azért mire a várból legurultál? Nem, le. Nem volt Moszkva téren sehol? Mondjuk ott hamar nem vagy. Figyelj, csak mondom nektek, hogy majd egyszer nézzétek meg, hogy közvetlenül a Szavoly... Hogy a szar? A Szavolyai Jenő szobortól, hogy ezzel úgy lehet lejönni egészen a déli rondella, délelőtt lekanyarodsz, és az rondella volt, pedig, amit igen, igen, nagyon bele rondella a gatyámba, és jöttem le a rondellánál, és utána pedig le az alagúthoz, végig a Lánchídon úgy lehet teperni végig. A Lánchídtól elmentél a Nyugatig? Nem igen. Is kellett igazán. De. Nem is kellett igazán. De város nézni voltál, te öcsém. Van az a pont, hogy inkább beugrasz a Dunába, érted? És már nem számít. Nélek, hogy remegő kézzel ütötted a kódot. Igen, ezt mondták, hogy csillag a vége! Mindenki tudja, ez milyen. Emberek vagyunk, vannak dolgok, amik összekötnek, egy jó fosása sajnos ilyen. A harmadiknál letilt. Na, jövünk mindjárt a hírek után, 9 óra van pontosan. Na, folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello! Sziasztok, jó reggel! Drága hallgatók, újra élőben már kipihenve, szabadságról visszatérve. Feltöltekezve, nagyokat kirándulva, pancsikázva, fürödve. Figyeljetek, én tegnap mondtam Molinak, hogy írjuk már össze, hogy hány helyen voltunk. Mert hogy nem ja, két hétben mi? Tényleg. Tényleg. Hát nem most nem egy nagy volt, hanem aki amerre tudott elindult. Na, és igen, sok helyen voltatok. De ezer felé. De ti mindig ezt csináltok, vonultok, mint a kötelező lenne. Tehát így nyüzsögtök, érted? Nektek nincs egy ilyen, én nem is tudom, hogy néha egy ilyen... Nem tudunk feküdni, én sem. Ezt én nem értem, hogy az embereknek hogy lehet az a nyaralás, hogy elmennek egy hétre, reggel lemennek a partra, fekszenek, fölmennek ebédelni, visszamennek, fekszenek. Tudod, milyen jó az? Mit kell állandóan az is tud jó lenni. Nyüzsögni? Mindig rohansz valahova, sehol nem vagy ott igazán soha, mert mindig azt gondolod, hogy lemaradsz valahol, és már máshol kellene, de ez nem jó. Aha. Meg kell inni reggel egy kis proszekót, azzal kell indítani éjgyomorra, én ezt csináltam. Proszekó? Így van. Csak egy pohárral. Mire kiszapoztam utána, visszajöttem, és mire a gyerekek 9-kor felkeltek. Viszont egy proszekót, azzal már el vagy a bárpultig. Így van. Azzal már ne, a 4/10-es vodka narancs. Már nem esek el addig, amíg kitöltöm magamnak a következő rozéfröccsöt, ugye, tehát egyenesen tudok elmenni ütőig, és mire a gyerekek 9-kor felkeltek, hogy akkor most mit reggelizünk, vagy mit csinálunk. Addigra már azt mondta, hogy amit akartok. Mindegy. Mit csináljak? Egy proszekót indításra? Jattak én is proszekót, apa? Hogy ne jöttem proszekót? Egy rozéfröccsöt érted, iszol egy... Nem kell mindig kajtatni. Nem kell mindig rohanni. Ha mindig mész valahova, sehol se vagy ott igazán, mert mindig vonulsz, és azt gondolod, hogy lemaradsz valamiről, ezért mindig máshol vagy. Nem mész sehova. Megéled a mostot, a jelent. Szápozol, és azt mondta, hogy ez jó nagy. Hát a Feri egy pár szóval megélte a mustot. Bizony. Ez jó nagy száp, ugye? De hogy megéled a mustot, megéled a rozét, nem kell mindig nézni. Ez állandó nyüzsgés, amit csináltok, hogy benézel, megyünk, kinézel, hát kajtatsz, mész, hát egy kicsit fűzél le valahol, dobd ki a kis fehér csülkeidet a Balaton partjára, hagyd, hogy megcsípjen a D-vitamin egy kicsit, hát és legyél csak úgy valahol. Önfeledten fürödjél egy napot. Az alkarjaimon keresztül annyi D-vitamint szítsad föl, sehol máshol. Nem kell mindig vonulni. Az megvár az a rom, amiket megnézel. Tehát nem építik föl, nem bontják le jobban, nem rohad el jobban, nem is lesz szebb. Nem vár meg Balázs, mert benővi őket rohadtul a család, és tudnék mesélni. Meg a szemét. Igen. Mi azt csináltuk, hogy még amikor rossz idő volt, kirándultunk, tehát mentünk tényleg a mi is a neve? Hogy is a... Hogy is hívják azt? Tehát tényleg szép helyeken voltunk, a Bivaj rezervátumtól kezdve, a Csillagváron keresztül, tehát amit lehetett, mi is ott a déli parton azért megnéztük, ránnéznek a gyerekek 9 óra, akkor, hogy apa, mit fogunk csinálni? Nem, semmit. Pontosan azt, hogy én lefekszem ide. Részegen. Lefekszem ide. Annyi időd van még, hogy töltsél még nekem egy szódát, majd én a bortitokba hozzárakom. Csak mondjad, még nem más. Iszom egy rossz éfeszet, és semmit. Sehova. Nem kajtatunk, nem megyünk. És akkor egy idő után... Ja, így mellé fújod, hogy hallja a Viki azért, hogy... Raktál el szódát, ugye? Csak
keveset. És már ezzel bár, már a hibiszkusz kirohad. Tehát van ebben valami nagyon chill, és akkor ettől egy idő után, egy-két nap után elkezdesz ilyen nagyon-nagyon... Chill, és mi vagy te bányász? Chill. És akkor, ja, és akkor beesik a család, nekik is töltesz egyet, meglátogatnak anyukádék, jön az unokatesód, megérkeznek a barátok. Anyuka! Ja, nem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy forgás Gáborosra iszom magam a szeszélyesből, és egy ilyen félig lefordult svájci sapkában műelesek a fűbe reggel 9-kor, hogy a családnak jó kedve legyen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy alkoholista vagyok. Csak rájövök én is, hogy nem kell mindig rohanni. És a gyerekek nem, hogy apa, nem csinálunk valamit? Ha a gyereket állandóan elfoglalod, ha a gyereket állandóan animáltatod, szórakoztatod... Ezt bele még itt a parázsba, mi fúltkor, apa! Miért érzem azt? Miért van egy ilyen kószagyanúm, hogy én úgy vagyok apostrofálva a családomban, mint amikor mint akik debilek is nyaralnak. Nem hülyék vagyunk, csak nem veletek ellentétben, nem kajtatunk állandóan, félve attól, hogy lemaradunk valamiről, amire odaérsz és rájössz, hogy már máshol kell lenned, illetve nem hozza azt a vár dolgot, amit vártál, ezért megint tovább rohansz valahol. Sehova. És mondtam a gyereknek, hogy jól nézd meg ezt az ágyat. Nézd. Nézd, oda fogok most lehuppanni. Nézd. És itt leszek még délután és is. És még délután kettőkor is itt fogok apa, feküdni. Apa, ez nem ágy. Jó, ezt anyádnak nem mondd el. Ja, akkor hozz egyet. Jó. Ne. És akkor a gyerek fél óráig egy kicsit bóklászik, egy kicsit unatkozik. De legalább megkérdezed őket. Mire? Ért, hát erről mit tenni, két, nem, ők kérdezek meg engem, hogy így fogunk csinálni. Egyet. Mondom, semmit. Pont ugyanaz, mint most. Lava, mi legyen Noel Csibe? És akkor mondja neked, hogy apa, boríts fel a bográcsot, mint tegnap. Jól érzem, hogy nem csak én vagyok debil ebben a sztoriban, hanem az egyébként nagyon értelmes 11 és 6 éves gyerekem is full debilnek a lábra. Nem, a gyerek szórakoztatónak tartja. Kikérem magamnak, iskolába megy az a gyerek nem sokára. Nem így beszél, nem? Igen. Nincs kimint a négy kerek, nem a gyerek. Ezek éve normális. Beszélgettem bele. Jaj, itt a hitájban, mint tegnap. Igen, persze. Akkor mondjuk, gurizsi le hosszabbítót, visszagurítom. Persze, igen. Csipdál a kezelem a konfliktusnőben. Szóval, hogy hagyni kell egy kicsit unatkozni, sok szülőit rontja el. Hidd el nekem, én ezt tudom. Sok szülőit rontja el. Animálja a gyereket. Állandóan van. Megpróbál a gyerek kedvébe járni. Köszönjük is, most itt van a vonalban. Benny, megkérdeztük őt is erről, hogy... Apám végigjárgatott a hagyjuk a gyereket unatkozni. Szórakoztat, animál, rájön, hogy mindig szolgál, hogy mindig teljesíteni kell, és sosem pihen, és a gyerek lerágja a csontjait. Ezt nem szabad hagyni. Hagyni kell a kis fránya dögöket unatkozni. Igen. A kis kanibálokat. A kis vérszívó, kis csontlezabálók is. A gyerekek sívok, és a szeremünk gyümölcsének, de valójában tudjuk, hogy vámpírok. Igen, lerágják a csontodat is, érted? Ezek a kis a féreidet, semmi sem elég nekik. Hagyod őket egy kicsit unatkozni, és akkor rájössz, hogy azok a gyerekek, akik állnak foglalkoztatónak, cipelik őket program hátán, egyszer csak elkezdik magukat feltalálni. De már régóta szoktatjuk őket, és akkor elmegy siklót vadászni, és akkor utána kifogja az összes békát, akkor elmegy pecázni, és elindul egy ilyen, hogyan merül el a sebestyén család a Nádasban, a Balatoni ökoszisztémában, én meg a partról, jó, most fröccsel irányítom őket, hogy mit kell kiszedni még a Balatonból. Üveges tekintettel hallgatnak minket a Balatoni ugrárobáraknál, cirkuszoknál, játszóházaknál, gyereksoroknál, igen, és hallgatjuk, és mondjad csak te gyök. Mondja, mi is voltunk? Miből fogunk élni, hogyha te a gyerekedet egy gyíkászni, halászni, csíkászni, nem tudom, szaladgálni, kajtatni. Ez kell nekik. Hogy éve, ezt küldünk. Ez kell, nem kell mindig a programhajhászás. Minden már, egy idő után semmi se elég. Oldja meg. Olyan gyerekeket nevelsz, akinek fontosan inger kell, akit fontosan szórakoztatnod kell, akit fontosan menned kell, és reggel 8-kor kirobban az ágyba, és azt mondja, hogy mit csinálunk ma, és megint inger. És ezáltal egy olyan inger őrületben élnek, hogy egyszer nincs az, hogy most semmi nincs. Semmi nincs. Tanulj meg becsülni a semmit is. Látod? Na. Ez a kötelező olvasmány. Vagy elfoglalod magad, vagy leültetlek olvasni. Na, ott megis, nem látod a gyereket többet. Nézd, Berzsár is üveki. Igen. És abban a pillanatban a gyerek soha többet nem akar veled kommunikálni, mert csak azt mondod, hogy van itt ám egy kötelező olvasmány. Nem kéne beleolvasni? Mm-hmm. És egész napra bujócska. Igen. Soha többet látod nem kell beleolvasni. Látod Rákóciakat, milyen szépen élek, érted? Akkor ne is megyék, ott a nád, ott a tó, és kíváncsi, erről mit mondanom, mondjuk a Soma, érted?
Már én... rohadtul úgyja. Van, de... Már megint a ládasapa. Ma mi legyen, apa? Nyaral vélünk, dögölj meg. Én is ilyen voltam régen. Bevásárló központba akarok menni. Akarok menni. Mozgó lépcsőt mozi, akarok látni. Apa, mozgó lépcsőt! Nyaralva élünk. Én is ilyen voltam, hogy leültem a török közőre, már azt néztem ebéd. Jó, ebéd, akkor ma mit fogunk enni, akkor hova megyünk, mi a program? És rájössz, hogy állandóan hajszolsz valamit, állandóan keresel valamit, állandóan az a félelmet, hogy lemaradsz valamiről, ez állandóan kajtad, de sehol nem vagy ott igazán, mert már a program közben már azt nézed, hogy mi lesz holnap, mi lesz az este, mi lesz a következő, mit lehet itt még megnézni, hova lehet elmenni, és bele, egy, van egy ilyen egy őrült kattanás, és ha ráfűzöl arra, hogy nyugi van, 2-3 nap múlva elkezded annyira élvezni. Itt vagy már egy hete majdnem is nem látás semmi. És akkor az volt a deal, hogy gyerekek, rossz idő, Sebestyén család, útra kell, megyünk, mint a kis vadmalacok az erdő mélyén, összebújunk együtt, megfogjuk egymás kezét és vonulunk, ha pedig jó idő van, akkor semmi. Nem kell mindig, nem kell, hát látom az Instastoryon. Te vonulsz, te rohansz, te kajtadsz, te mész, te megnéztél 600 szeretek. Helyet a két hét alatt, miért nem dobod ki a kis praszliaidat valahova, és úgy fekszel egy kicsit, hát nem, az is kell. De ő nem szereti. Hát mert az olyan, tudod, mit érzel, hogy elmegy az időd, elmegy, megint feküdtél. Mivel menne az el az idő? Hogy elmegy, hogy nem csinálsz semmit, de hogy fekszel a parton. De miért kell botorkálni a Szigligeti várba 28 fokba? Hát menjen, tehát nem, 32 fokba. Hát most nyitották meg. Hempergő ember tömegek mellett egyébként, mert ott az ember embernek farkasan, mi is voltunk egy-két programon, hát lépni nem tudsz, annyian vannak. Tehát mikor te éjszaka mentél? Na hát kettőkor is viszonylag nehéz volt átmászni a várfalon. Viszonylag emberkerülő vagy, tehát hogy azért azt nem tudnám, hogy a mentél már látogatásra? Nem mondom, hogy azt a részét nagyon élveztem, de hát ezért szoktunk általában így erdőkben, hegyekben, völgyekben eldugott ilyen kisebb. És a család se akar egy kicsit azt mondja, hogy nem mondja, hogy apácska, legalább lábújunk a dugunk a vízbe. Évek óta, apácska, legalább egyszer ne csak a kontrollásuk a Balatont, hanem megnézzük, ez hideg, ez meleg, ez sós, ez édes, tudják, hogy ez nem a tenger, hogy ez nem só. Tehát igen, nem engeded, nem fürödhetnek egyszer. A wifi az, mint fenyőnek Elvis, érted? Az van, minden van. Akkor ez minden van, Móni, meg jön vele. A színezászló. Érted. A legnagyobb társam ebben tira a kutyánk, az teljesen egyértelmű, mert ahogy ja, hogy az, érted, bemondjuk az öbben, érted, kinyílik előtt a világ, az a reggeltől estig rohangál. Móni már nem annyira szeret 30 fokba reggeltől. Ez egy kutya, az négy lábú, okosnak okos, de megvannak a maga határai. Igen, igen, és ez tök jó, mert ő nem látja át ezt, hogy lehetne otthon is ücsörögni a hűvösbe. Igen, gazdi megy, én is megyek. Gazdi is megy. És figyelj, és tényleg csodálatos helyekre tudunk elmenni. Ezt én nem vitatom, tehát biztos, hogy szép helyekre mész, ez tök jó. Amit jó lenne, hogyha többször kaszálnának. Martonyi polgármesterünknek üzenem, felhívtam már rögtön lefelé, jött egyébként. Van Martonyinak a határában, nem ennyire a határban, egy pár kilométerre tőle, egy pálos kolostorrom, és ezt tényleg el akartam mondani, mert ez egy csodálatos hely, hogy képzeljétek el, hogy ennek a kolostornak a teteje így pár évszázad ezelőtt már így beomlott, és vagy madárka, vagy szél, vagy eső, vagy nem tudom mi, bevitt oda néhány kis magot, és két magból két akkora falett, amik így ilyen 70 éven keresztül nőttek be. Ez az omlokon beszálltuk, seregé, elejtette csőriből a magot, az Orbánból ilyen alátámasztaná, hogy ez így csak így történt. Elejtette a magocskás lőn gyermekem. És hívta alatt a polgármestert, hogy mentsétek meg a pálos kolostort. Nem, az csak így mellégzőnge. Te polgármestereket hívogatsz, hogy gazosít, gaztarítsanak. Jöttem lefelé, már megkerestem egyébként az interneten a Polginak a telefonszámát, hogy rácsörögjek, hogy jó lenne. Hogyha a településnek van egy csodálatos műemléke, egy olyan hely, ami miatt méltán lehet ismert, híres, és amiatt oda mennek az emberek, azért nem ártana valakit felkülni. Tehát szintet ugrottál, mert eddig cukrászáknak és pékségeknek olvastál be, most már polgármestereket hívogatsz. És nem állnék. Le fogják tagadni magukat a polgármesterek. Kikeres, vadőrs, nem állnék. Szabadságon vagyunk mindannyian. Miért hívogatok? Miért hívogatok gyorsan, küldjetek fel a két közmunkást, kaszálja le. És ugyanígy láttam valahogy, hogy gasztalantani kellene a 2x2-es birtokat. Polgármestereket hívogatsz így már. Így van, mert van egy pár száz éves romot, ami egyébként csodálatos, meg gyönyörű környezetben van, és térdig ér a család, nem is térdig mellé. Oda mentél, gazos volt, beomlott, polgármestert hívott, és erre higgyem el, hogy érdemes kajtatni. Nem. És képzeljétek el, hogy gazosról ez a két hatalmas fa, ezek bent nőttek a szentélynek a belsejében. Hát, hogy az épületet építették köré. Amikor újra kell. Ne higgyünk el mindent. Ez olyan duma volt, ott mesélte valaki, hogy egy szőkép hölgy fennállt a Diósgyőri várnak a tetején, és toronyba, és nézett így, és azt mondta, hogy oh, Istenem, de gyönyörű ez a vár.
Hogy építhették egy ilyen ronda most gyár mellé? Tehát, hogy na, ilyesmi. Szóval, hogy ott van ez, és képzeljétek el, hogy kivágták a fákat, és a tönköket bent hagyták. De rendes. És utána újra befették a helyet. Tehát mondom, hogy már majdnem mondod, hogy még a fa sincs ott. Körülötte annyi fa van, hogy megőrülsz. Te elmentél egy romjára. Ez jól néz ki, két nagy fa. Csodálatos. Hát igen, csak nem lehet tőle lefedni az épületet, és folyamatosan veri a víz. Hát én még mindig a parton volt. Vagyok egy rozéfröccsel a kezemben. Tehát, hogy jó, de én még egyelőre még mindig ott. Tehát ha azt mondtad, főhívtál volna ezzel, hogy maradjunk, akkor mondom, hogy... Szádváról is? Ne, ugye? Tehát, hogy visszafele, gyere be egy fröccsre. Én kint fekszem a tautó közepén. Az is benne volt. Tehát az is benne volt. Tehát, hogy ezért ettünk, ittunk rendesen. És mit mondott a polgár, ezt tudni akarom? Bejelentkezni? Nem tudom, mert nem vették fel, mert már lejárt akkor az ügyfélszolgálati idő, vagy nem tudom mi, de ma megint telefonálni. Nem, na, most már elvárod. Most vágták el a vezetéket. Most már elvárod, hogy hívjon fel a megszólalás után. Igen, ezek után. Tudja meg a telefonszámot, hogy hívjon fel. Ha nem így fel, azzal sincs semmi, hogy csak küldjön fel egy embert egy fűkaszával, és szépen tolják le a melligérő csalánt, hogy lehessen látni valamit ebből a csodálatos helyből. És te is kajtattál végig rád is? Persze. Igen? Aha, hát jó, kicsit voltunk otthon is, mert tópart, meg minden, de az, hogy oda kimész a tópartra, leteríted a törcsidet, 9-kor és délután 5-kor visszamész, de megőrülök. Hát egy 5 perc múlva azt mondom, hogy itt rohadok a melegbe, fáj már mindenem. Hogy bírsz ott egész nap? Fáj? Mit, hogy nyaralt, hogy bírsz? Balra fordulsz, jobbra fordulsz, olvasol, útszol egyet. Mit kajtattok állandóan? Hát, nem fizikai fájdalom feküdni. Hát fekszel, nézed a tavat, és gyönyörködsz. Én bedobok egy forrelint, az jó is vagy. nem fáj. Délbe két pilagított, este felveszed a kompressziós harisnyádat, hogy megijáltok, hogy megálltam, hogy ne feküdjetek, már kettes gerincsérvetek leszed. Menni, hát arra jó, hogy fölfedezd. Most mit üljek otthon? Vagy a Balatonon? Hát azért, mert suta vagy, és nem állsz meg a szapon. Hát mondjuk ez igaz. Igen. Inkább állni a programozó, hogy ne derüljön, könnyen tudsz megállni a szapon. Igen, ahogyha térden állva remegsz, és látod, hogy elúszik közben az evezőbe arra, és ott állsz a tónak a közé. Hát na, akkor megértjük. Én nem tudom, én ugyanez voltam. Én ugyanilyen. Külföld, belföld, állandóan jöjjünk, menjünk. És akkor a punyadásban voltunk, hogy így egyszerűen semmi. Egy-két hely, amikor tényleg mondjuk szakadó eső, meg a vízparton tényleg nagyon szeles, de hogy így semmire nem tudtak volna rávenni. Nincs az a... Olyan jó, hát fölfedezel. Biztos, adom, persze. Voltunk mi is műhajrezervátumot megnéztük. Tehát voltunk egy-két helyen, amikor rossz idő volt. De egy óriás punyadás. És a család is ott kajtat veled, mentek? Persze. Csak én teljesítem, azt mondani, ilyen teljesítmény, ott a könyv. Tudod, te van? Azt hiszem, hogy ott a változott, de akkor nem változott. Nem, hát persze, ezt meg kell nézni. Ami belefér a napba, érted? Én attól megőrülök, hogy béka például aludni akar nyáron reggel. Mi? Hát hogy? Hát és majd fekszünk a sírban. És én... Borzasztó, ez borzasztó lehet veletek. Hogy így reggel 7 órakor ilyen tapsra ébred. Igen, a család. Hát 11-ig alszanak. Hát elment a fél nap, már semmire nincs idő, mire odaérsz valahova 2 óra. Ha? Ez így megy, minden, érted? Honnan lenne neked friss kiflit? Hogyha nem kellene valaki korábban mitten. Házhoz hozzá. Ja, mondjuk az is igaz. Nem tudjátok ti, mi a jó egyébként. Szabi nélkül is piával indítok, ír egy hallgató, úgyhogy teljesen mindegy. Na jól van. Egy utolsó játékra lehet még jelentkezni, jó? Úgyhogy ha játszanátok, és egy szép kis Balázsékos erdékcsomagot még nyerjétek, akkor írjatok nekünk. Jó, lehet jelentkezni, mi pedig jövünk mindjárt. A hírek után 9:50 múlt pontosan 1 perc. 9:43 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Pici technikai hibánk volt, de megoldódott. Meg itt Budapesten vagy, nem tudja, ez országosan mindenütt volt? Azt nem tudom, de volt egy kis technikai hibánk. Ádugtuk ezt ide, azt meg oda, és már minden oké, halljátok. Így van, vesztettünk egy kis időt, úgyhogy a mai játékosunk, akit kiválasztottunk, azt holnap tudja majd lejátszani, hogy nem csúszunk meg, mert az egy hosszabb játék lett volna, most viszont ezzel elment az idő, úgyhogy mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. De a Hugyadi János volt egyébként a megfejtése, hogy holnap is ez lesz. Jó? Így van, ezt kellett volna kitalálni. Kérdezhetek ez a Hugyadi. Így ő az. Ez lett volna, de hát mivel nem találtak ki, így holnap újra megkapja. Így van. Jó, úgyhogy tud majd a játékosunk, akkor holnap velünk egyet játszik, csak akkor ne felejtsük el, hogy ma megírtuk neki. Jó? Jó. Kinek? Ja. Te kis gazos Jancsika.
hogy... Igen, csalános. A csalános, mert már a cukrászdák után a polgármester hivatalok is rettegni fognak, ha meghallják a nevedet. Tényleg nem értem. Tehát, hogy most nem akarok ezzel zsörtölődni, hogy így ez semmi. Tehát, hogy füvet nyírni bárhol, bárki tud. Nem kerül sokba. Hát, ha van fűgyírója, de nekik aha, nincs. Igen, de azt meg minden jóféle vidéki portán van. Tehát, hogy itt érted? Szezonban oda mennek az emberek, érted, hogy oké, nem tudsz hozzányúlni, nem tudsz rajta újítani, nem tudod visszaépíteni, nem tudsz köré, itt tudom én, ízét lángosost meg, palacsintázót meg, nem tudom itt fagyizót telepíteni, meg nem tudod megcsinálni ott esetben az utat odáig, azzal semmi gond nincsen, azzal viszont van, hogyha mondjuk mellközépigérő csalánosban kell keresgélned mondjuk egy templomnak vagy egy várnak a romjait, miközben tudod nagyon jól, hogy annak a településnek az a legfontosabb vagy éppen egyetlen igazi látnivalója. De másik oldalról nem volt szép, hátha. Hát a másik oldalról szép volt. Ja? Na, jó, akkor majd össze-vissza megyünk. Mindig. És akkor azt láttad, hogy mondjam, amíg eléred a polgit, akkor azt mondja, hogy természetesen János, hát tudtuk, hogy eddig nem vágtuk, de most, hogy indulunk. Maga a telefonát, indulunk kasszával. Vagy csak jelzed, aztán majd visszamész és csekkolod. Jelzem. Uh-huh. És két napból megint telefonnak, hogy meg volt. Már nem veszik fel a telefon, de akkor hirtelen felbukkaz a polgármester hivatal. Itt vagyok. Itt vagyok. Tudom, hogy ott van. Szerintem, figyelj, szerintem az, hogyha rájuk telefonálsz, az azért jó, mert talán picit abban a hídban élnek, hogy ez nem érdekli az embereket, vagy nem foglalkozik velük, vagy ez nem annyira fontos, hogy én nem tudom. Tehát, hogy de igenis foglalkoztatja azokat az embereket. Mi az alatt a két óra alatt kb. 20 emberrel találkoztunk még. Ez egy nagyon-nagyon szép kolostor. Ennek a... És oda megy, figyelj, oda megy egy család, először is utoljára fog oda menni a gyerekekkel, mert nem azért mennek oda, hogy a csalánban bóklászanak. Lehet, hogy csalánt szedtek, egy csomó minden. Nem, nekem igazából a család. Rohadtul nem a romot akarták megnézni, nem arra, mert a kutyatejet szedni meg család. Meg van valami tanúsvény. Mind a két érdem egyébként a csalántól. Nem, amiatt jöttek oda, mert mondom, gyönyörű szép, tehát, hogy tényleg, és olvashatsz is róla több helyen, és sok ilyen van, nem érted, hogy miért, hogy bocsánat, jó napot kívánok, szeretnétek, ha felkerülne valamilyen szinten a térképre a településetek? A látnivalói akkor miatt, igen, akkor menjék ki, aztán próbáld már meg lesarlózni, vagy lekaszálni, vagy lefűkaszázni azt a füvet. Nincs ilyen bajod, a száppal, egy rozéborral a kezedben nincs ilyen bajod. Nem érgelődsz hülyeségeket, kasszálják a gazt, vagy nem érted. Tehát ami fura dolog történik ebben az országban, legalább a szabi alatt ne kell mérgelődni. Hogy most amíg marad szabadsonatól, bemetsz a száppoddal. Igen. Na, mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Megpróbáltuk megfejteni, hogy ki lehetett az a furcsa, erotikus hangot adó. Hát hogy is mondjam, csak tulajdonképpen vendég, aki Janiék mellett szállásolt el magát, és János élőben végighallgatta, hogy hát ők boldogok voltak. És hát 45-50 évesen már egy ilyet is hallani élmény megállapítottuk. Ugye, jótékony hatással volt a libidómra, köszönöm szépen. Jótékony hatás, az ember belefolyik egy ilyen 40-es hölgybe, magánéletébe. Durva csetepatéba, akkor úgy először egy kicsit talán piromkodva, de utána azért szívesen végighallgatja, ezt beszéltük meg, hogy mi volt a végkifejlet ennek, ahogy is mondjam, csak durvább hancúrnak, ami úgy nézett ki, hogy Jani környezetében kicsit eldurvult. De az a baj, nem volt végkifejlet sajnos, a Jánosnál. Igen, Jánosnál nem volt végkifejlet, viszont végighallgatta. Végighallgatta, hogy valaki nagyon örül. És hát megbeszéltük, hogy igen, ilyenkor ugye egy férfi mit tesz, végighallgatott, nem hallgatott, kinek volt már hasonló története, erről beszélgetünk. Valamint Balcsiról visszajöve megbeszéltük azért a Balcsit, a nyaralási tapasztalatokat, az árakat, és azt, hogy hát most azért a 8. bőrt is lehúzták a turistákról, és azt mondták, hogy ennyien vagytok, ha tényleg komolyan veszitek. Mindenki ide, akkor most a 8. bőrt is lehúzzuk rólatok, voltak sajnos negatív tapasztalatok, imádjuk, szeretjük a Balcsit, de hát most tényleg az van, hogy ezzel most mindenki élt, és visszaélt, hogy most mindenki Balcsin akar nyaralni. Baj, majd jövőre megint újra kérdezik. Majd jövőre újra nyit a történet, igen. Úgyhogy erről beszélgetünk, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Nem volt ilyen felvezetés, hogy... Tehát nem fokozódott ez, hanem egyszer csak hirtelen. Egyből szexel kapcsolatos ez gondolatod nem volt? Volt meg, ez nem. Tudtad egyből? Vagy hogy mire gondol az ember? Hogy becsinek zsába, beállt a dereka, lehajolt lehetett, és úgy maradt. Tehát... Tudod, hogy eleve nincsenek szexel nem kapcsolatos gondolatai. Igen. De amikor egyszer csak azt mondtad, hogy... De várj, nem mindegy, hogy férfiból jött ez, mert hát az... Most én nem tudok nőni, ezt te tudsz. Mit csináltatok, Miskolcon? Ez volt. Mondtam a Vikinek, hogy ne ordítson annyira. És így én nem voltam a gyerekkel a parkban. Tudod, és így jön. Fölkiabáltam, hogy halkabban. Jön így a semmiből. De csaj, akkor csaj, igen. Tehát egy csajos.
És az első kérdés Monitól, nem az, hogy mi miért nem így csináljuk, miért nem vagy gyerek, tehát hogy nem tudod ezt belőlem kihozni 20 év, nem? Virág, hallod? És hogy nyilván hallotta. És hát, hát persze. Virág, de nem lehet, hogy kínozták, vagy verték, vagy nem lehet? Hát verték, de hogy... De nem úgy. Figyelj, nagyon durva volt. De volt egy pici erotikus vágy benne? Támadt valami? Vagy összenéztetek Mónival ilyen furán egymásra, tudod, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy hallott kicsit tudod? Igen, mert ugye a pároknál van egy ilyen, hogy úgy csinálnak, mintha nem hallanak, egymásra néznek, és azt mondják, hogy jaj, hallott, tudod, és van egy ilyen, mi miért nem így, vagy na, húzd le az ablakot, ezt nem akarom hallani. Vagy miért, tehát, hogy volt egy ilyen. Elindult felé a kezem a takaró alatt. Igen. Bezavartátok a gyereket. Aztán erre azért be lehet indulni, ha hallott. Aztán célba ért, és rájöttem, hogy valójában. Szóval, hogyha egy csaj jól nyög, azért arra be lehet indulni. Fél, jó tehát volt, van az a nyögés, amit úgy jó hallani. Nem volt és rossz. Hogy nem akarod, hogy vége legyen. Vagy már annak is örülsz, hogy ilyet hallasz. Egy dolgon gondolkodtam, hogy mert egy nagyon picit nekem már azon a határon volt, hogy megjátszotta magát. Igen. Honnan Arvi tudod, az Arvi milyen? Honnan tudod, az milyen? Ebbe élek. Jaj, is igen. De te is túljátszod. És így egy picit már elkezdtem rá gondolkodni. Túl sok volt? Nagyon? Ja, nagyon nyomta? Nagyon jó volt neki, és nagyon rövid ideig tartott, mert ahogy egyébként... És ilyen nagy... De ez inkább pasis most, ez pasis. De nem tudok csajosat hozni, kicsit bocs. Kicsit magasabb hangol hozzad? Azaz. De meg vagy. Hát ez ez egy honti hannás, hagyjál már. Ez a színpadi öröm. Igen. És ott van a de jó vagy Józsi. De jó vagy Józsi. Viszont másnap reggel az, hogy kint ülsz, reggelizel. És mindenkinek belenézel mélyen a szemébe, hogy te voltál. És nem a tojásrántottára, nem a zseniális mandulatortára, nem a fantasztikus brazil presszó kávétra koncentrálsz, hanem arra, hogy mindenki, aki jön le. Az gyanús. Az gyanús. Az mindenki gyanús. Mindenki, és próbáld meg felmérni. És voltak ötleteid, hogy ki lehet az? Nem. Ők nem, kicsit savanyú az ábrázata, nem, ő nem lehet, az nem, ők tegnap is ilyen misszek voltak, nem, nem, hát elrágítom. Én megmondom, hogy én azért egy kicsit ezt irigylem, és nem azért, mert hogy mondjuk én nagyon üvöltenék, és nem üvöltök, tehát én nem, azért nem úgy van, hogy törölgetem a homlokom, és lenne bennem egy ilyen üvöltési vágy, én azért azt tudom, tehát olyankor úgy, azt tudom irigyelni, hogy wow, de nem az, hogy szexellenek, hanem hogy ilyen bátran csinálják, hogy amikor így tudod, így a csaj így leordítja a tetőteret. Nem az ablak, mert róla típusok vagytok. Nem üvöltök Tarzanként. Tehát nincs. De jó vagyok, Viki! Engem egy picit zavarna. Engem picit zavarna. Már nem az, az mi, ha üvölteznék melletted egy rócsom? Nem, hogyha mi haladszódunk ki. Együtt aludnátok, és te üvöltesz. Mi haladszódunk ki, mert mi azért, én most bevallom őszintén, hogy ablakbe róló le típusok vagyunk, és előtte tartok egy hangpróbát. Kimegyek az utcára, és Móni üvölt. Kint vagyok, jó hangpróba, Móni nyög. Hangosabban nyög. Kicsit sok, jó, redőt húz le. Jó. Jó lesz. Jó, de valószínűleg jó. A párkapcsolatok azon fázisában vannak, ahol még ezek ilyen spontánabbul működnek, ugye? Hát azért hát az idővel azért az a fajta spontaneitás azért eltűnik. Honnan tudod kérni házassági okiratot? Hát mi nem egy volt. Ilyen lopott este volt mindenki egy pártól. Mindenki ilyen olyan párnak tűnt, hogy nem nászutasok voltak, vagy ilyesmi. De hallgattad volna még irigykedtél, jó volt benne lenni, vagy ez a csúgva az ablakot és hangosítsd fel Netflixet? Remek történetem van, árképzés, most figyeljetek, Balatonfelvidék. Kollega nő elment nyaralni egy barátnőjével együtt, elmentek egy hosszú hétvégére, bookingos foglalás, tudod, ott látod, gyönyörű képek vannak, és különböző szobák vannak a panzióban, és kinézték, azt mondták, hogy most semmi nem drága, végre a férjekkel maradtak a gyerekek, elmehetünk nyaralni hárma, vagy ketten egy hosszú hétvégére, elmentek, és akkor mondták, hogy akkor a medencére, mert volt egy ilyen, hogy medencére néző apartman. Hát mi jut erről eszedbe? Ha ott a helyed. Hogy ott a helyed, és hogy van medence, ugye? Igen. Hiszen medencére néző apartman, pont a duplája volt, mint az összes többi apartman, pont a duplája. És a medence szomszéd volt, a medence és az apartman között egy kerítés. És így van. Érted ezt, hogy úgy adott nem ki? Nem lehet élni. Ez óriás gyógyság. Nagyon jó barát. Mégis nem hazudik. Hát egy medencére állítottam, néz. Állítottam, hogy a saját medence? Igen. Nem. Mondtam én, hogy az apartman, a hotelnek a medence? Nem. Az egy medence? Mondtam, hogy lehet benne fürödni? Ez egy apartman? Igen. Medencére néző. És dupla ár, gyerekek. Dupla ár. Nincs az a pénz, amit most nem költesz el. Nincs az a szoba, amit nem lehet háromszoros áron kiadni. Ha el lehet ki lehet adni 80-ért, 100-ért, tegyük föl 150-ért, okay. Még azért is el fogják vinni. Hát azt hallottam, hogy annyira megtett a Balaton, hogy emberek a kocsiba aludtak. És azért itt azt mondtam, hogy értem, tényleg szép a Balcsi.
De azért, na de azért a kocsiból leállunk, jobb már senki. Te haver, szálljál ki a kocsiból, basszus. Ráadásul a saját kertünkbe vagy. De azért, amikor a gyerek hajnali háromkor azt, hogy apa, apa, ugye elsípadt a lábam, és te hátraszolsz neki, hogy csit, aludj, még csak ilyen három óra van. És átnézel a feleséged, és ott alszik nyitott szájjal az anyósülésen, és a három gyerek balra eldobva. Tehát azért ahhoz nagyon kell nyaralnod, és nagyon kell szeretned a Balaton, hogy a kocsiba aludtak az emberek. Bárhonnan jöttek. És nyilván nem NDK, tehát nem a régi németekkel akartak ők újra egyesülni, hanem valahonnan az országból, és a kocsiba aludtak. Azért azt úgy el tudod képzelni, hogy két-három éjszaka a kocsiban? Igen, Woodstockban. Nagyon elszánnak kell lenned, nem? Gyerek tehát, fönn hogy... a kalaptartó igen. Apa, ugye elmacskázott a lábam, csak két óra. Másnap este lefekve sorsoltok, hogy ki alszik hátul, félig kinyújtott lábbal, és ki jelöl ülve. Nem tudom, melyik a rosszabb. Hát, vagy két óránként megszól az ébresztő, és cseréltek. Apa bemászik hátra, a gyerek jön előre az első ülésbe, a mama hátra megy, gyerek előre megy. Kocsiban aludtak. Tehát iszonyatosan tömeg volt. Ezért van a medencére néző szoba. Tehát most szerintem mindent el tudsz adni. Olyan szinten eladtak mindent, olyan szinten kifizettünk mindent, csőn, olyan szinten vezettek meg, és fizettünk ki hatszoros árat. Dobd be a parkoló órába, hogy 200-as. Figyelj, nagyjából külföldi nyaralós árakon mentél el most 4-5-6 napra a Balatonra. Kajával, szállással együtt, ez egy komolyabb törökországi, vagy bulgáriai, igen, vagy egy horvátországi út, amit te most kifizettél, mert őszett szóltak, hogy kevesebb adja. És azt mondják a balatoniak, okay, gyertek, de most az utolsó bört is lehúzzuk rólatok. Az elmúlt 20 évért, hogy nem jöttetek, vagy nem szerettétek annyira, most minden megfizet. Na most! Eljártál Horvátországba? Nem jöttél Balcsira? Most nem is sehova? Fizetni fogsz, kisköcsök. És minden, négyszeres áron. Minden. De hát a kajába ugyanúgy látszol. Nem vagyok spúr, de azért érted, a hagymás tejfölös lángos, most már láttam 1200-ért is. Veszel négyet, veszel négy vizet, ott adsz egy hatoskát. Hát azért legalább mondja azt, hogy és még valamit, vagy ízlik a lángos, vagy ne, örülünk, hogy itt van, és nem látod rajta, is, hogy herótja van tőled. Úgyhogy két hétről vége a szezonnak. Hát ezeknek semmi nem jó. Árát, hogy 1200 nem is tettem, nem tettem soha szóval. 1200 forint egy lángosért? Hát azért azt csak megkóstolom már. Nem? Hát azért tudom, akkor már kíváncsi vált ez, hogy mi a büdös franc kerül ezen 1200-ben. Azért ezt megkóstolom. Szombaton Siófokon az egyik büfés majdnem összeverekedett egy vendéggel. A többi vendég szedte szét őket. Hát azért az vagy túl keveset kért, vagy igen, túl sokat kért, vagy azt mondta, hogy most hányba halacsinta van lesütve, 30, azt mind elvinném, és mondta, az átmászott a csapos, hogy azt nem viszed sehol, még 8-an állunk sorba. Tehát mind Bubis volt! Savas! Bubis! Savas! Bubis! Savas! Ismerekedés. Nézzen csak ki a parkolóba, látja ott ezt a páliót? 4 napja alszik. Látja a Megán. Igen? Na, 6 napja alszanak benne. Úgyhogy vagy bámulja azt a rohadt medencét, vagy szedi a sátrafejt, eltakarodik, és szólunk a táliás családnak, hogy jöjjön a szobába. A örömmel foglalkozik. De mennyit fizet érte a dupláját is? Látja azt a Warburgot? 20 év alszanak. Balázsék a Rádió Egyen. Hát gyerekek, így van. Most szezon van. Most ezt kifizettük. Hát te kifizetted, feküdtél, mi meg járkáltunk szépen. Jó. Csak mondom egyébként, hogy Miskolcon életem lángosát ettem a hétvégén. 400, 600 vagy 8? Nem tudom, nem néztem meg a számlát, és ráadásul nem a 10%-os bont is elfelejtettem elvinni a kupon, amit a szálláson adtak, de... De az egész család evett lángos, mi volt? Glamour napok voltak? Nem, mindenki nem egy fél lángos tettetek? Hogy mindenki ezért valami leértékelés volt? Ez mi volt? Mindenki az volt, egy lángos? Nem, én gombás rizottot rendeltem. A gyereknek azt hiszem, hogy valamilyen zöldség, és hitele volt. Hát nyilván arra nem koncentrálok, hogy ő mit teszik a Móninak. Megint nem tudom, hogy mi volt. Na, de a lényeg az, hogy ez volt egy ilyen vadragú, és vagy amit lángoson tálaltak fel. Ja, azt hittem, ami lángos, és tehát, hogy az volt hozzá gyakorlatilag a tészt, az volt hozzá köret. Én meg minden ilyet megszoktam kóstolni, imádom a lángos, meg imádom az ilyen krumplis házias, ilyen kis dolgokat, tocsnit is, mindent. És mondtam, kérek egyet. Azt hittem, hogy egy picike. Toncsi, mi csináltad a toncsi? A pálintoncsi. Pálintoncsi. Na jó, ez rossz volt. És kaptál egy ilyen és fekete Laci tenyér méretű lángos. Mondta az egyiket elképesztő jófej pincérsrác, hogy figyelj, én lesütetek neked egyet, hogyha most azt kell. Mondom, persze, hozzá. Kihozták, és egy egész lángos volt, úgyhogy még a gombás rizottó mellé betoltam egy lángost is, illetve hát a gyerek tolta be a nagy részét, de valami egészen elképesztően finom volt, nagyon jó volt, nagyon jó. Örülünk. Ez jó, ez mindenképpen jó ír, hogy te legalább jó tettél. Úgyhogy ha majd Miskolcra megyünk, akkor elviszed, elmegyünk majd is tenni. Hívjuk a nap hallgatóját közben. Ott van a Kisvasút végállomása is.
Már odáig elvitték a kisvasutat. Én azt hittem, csak felcsútról megy. Miskolcig elmegy. Nem, ez egy másik kisvasút. Ja, ezen vannak. Előbb-utóbb összeér. Hosszú szünet volt, mondom. Két hét alatt átvitték. Nem. Jó reggelt. Hello. Ciao. Szia. Jó reggelt. Hello. Azt írtad nekünk Annyi történetére, hogy én Pécset szexeltem, de nem gondoltam volna, hogy elhaladszik Diós Győrbe. Látszik a hello, jó reggel, ciao. Akkor mondok egy folyat, hogy ezt nem én írtam. Tényleg? Oh, ja, persze, ezt nem tértad. Te azt írtad nekünk, jó reggel, szomszédom is vett egy szabot, átvertek vele 1.6-os benzin, de rohadt az alja, vigyázni kell. Ez nem tudom, mire vonatkozik. Ja, szab, hogy vett egy szabot. Jó, most én voltam, most megint nem én voltam a legélesebb kés a fiúkban, igen. Túl sokat feküdtél, láttad. Mert hogy te a szapozásról beszélgettünk, és te írtad, hogy a szap az átverés, mert egy szapot is átverték, 1.6-os benzinnel rohadt az alja. Hogy hívnak? Mondj egy keresztnevet. Bálint vagyok. Bálint. Akkor viszont én olvastam be rossz SMS, de ez azt jelenti, hogy neked van egy ajándékcsomagod. Jó? Köszönöm szépen. Küldjük neked. Merre hallgatsz minket? Ausztriában. Ah, mit csinálsz? Dolgozol? Hát dolgozok, persze. Szőlő? Nem, gyári munka. Gyári munkával. Jól van. Küldünk egy szép kis ajándékcsomagot. Jó? Köszönöm. Szép napot nektek. Köszi. Hello. Bocsa félértésért. Hello. Ciao. Na jól van, megvan akkor a naphallgatója is. Att is, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel. Hello. Figyelgetem, hogy mennyire vagytok kisimulva, mennyire vagytok pihentek, Balázs kevésbé tigettelenik. Hosszú volt az éjszakám, az a baj, már belehasítottam az éjszakába. És te voltál, Szabim? Hát figyeljetek, meccsek, bükk, mindent végigjártam, képzeletben itt voltam végig. Ja, jó, de várj, de te voltam végig. Persze, előtte voltam hányszor. Igen, előtte voltál sokat. Többször egy hetet. Voltál többször is. Igen. Nem? Meg néha kicsit a műsor is olyan. De hiányoztunk? Nagyon. Igen. Ne, kamerszám már. De tényleg, mindig hiányoztok, ha nem vagytok itt. De megválaszoltam helyettetek minden Viber-t, SMS-t, úgyhogy ügyes voltam. Insta dübörög, Rádió egyat is. Ez köszönöm szépen. Ez micsoda? Ez az Insta oldal, nagyon jó egyébként. Jobbára lopó több, nem, nagyon kreatív ötletekkel van tele. Végig lopom az egészet. Milyen zenék lesznek? Jó zenék? Nagyon jó zenéket hozok, például az első között majd jön David Guetta is, akinek egyébként most megjelent egy új dala. Ezt fölpattintottam a Rádió1.hu-ra, érdemes meghallgatni, jótékony célokat támogat vele. Kezdésként viszont Dua Lipa. Oh, nagyon jó. Visszajövünk Szabiról, és jó Dua kis Dua Lipa. Is visszajön. De jó lesz az. Jó van. Attikám, jó munkát neked akkor. Jó pihenés, sziasztok. Köszönjük szépen. Szia. Hello. Hát drága hallgatók, nagyon köszönjük, hogy ennyien örültetek nekünk korra reggel. Holnap Szabin lesz. Holnap kiveszünk egy hetet megint, és jövő héten jövünk. Nem, jövünk holnap 6 órakor. Jó, vigyázom mindenki magára. Szevasztok. Ciao. Hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel.